Na, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket, egy csodálatos, fantasztikus GTA streamben, én Barti vagyok, és csapassuk a dolgokat. Igazából nem akarok most szolgálatba állni, el akarok menni edzeni, és kurvára nem találom az edzős cuccomat. Még szerintem ebbe az autóba raktam be, de lehet ez a mostani nehéz időszakban történt, azt valamiért nincs meg, úgyhogy elmegyünk ruhaboltba először, összedobjuk az edzős cuccot, lehet, hogy megvan. Itt van egy ruhabolt. Bar. Veletek Mizu, szia Smogé, szia Váci Máté, hello, hello, hello. Hogy telt a napotok, mi újság veletek? Ruhabolt balra. Kollégák, nyírúzzak itt a nözőről. Júj, tényleg figyelni kell arra, hogy nehogy elfelejtsem a karakteremnek a beszéd stílusát, mert... Régóltam bána! Ürőtögénységöt! Ez az alapmondat, hogy gyakorolni szoktam. Elnyom mindjárt az álom. P7Q! Egyébként engem is. Időjárás. Na. Ütöző. Edzős. Nagyon csúnya. Jó van. Apád fasza. Edzős. Vigyük meg. Bigaton debból meg. Hoppá, arébálunk, nehogy szemüveget akarjunk venni. Igen, fogad. Köszi. Mi az, hogy nincs elég pénzem? Volt nálam 50 rongy, az hova lett? Hova? Ébredj föl, címvi. Igen, ébredj fő, Smogi. Te nem streamelsz? A Smoginátor. Fanninak fűzön egy finom kávét. Jó. Nagyon jó. Sejtettem, arra kell menni. Tudtam, csak nem sejtettem. Vannak ilyen mikrologiaim, azt nézem egyébként, az nem tudom mitől van. Lehet, hogy az... Túlmentem, mint a szar. Most szépen szép, smooth. Jó, már podcastuk. Ilyenre lesz fight volna. Az oszlophoz kell állni, vesz. Tuti lagertő van, csak mondom. Mi van a lagertő? Ja, mikrolag. Lehet. Nálam van az edzős cucc. Hova? Szép napot kívánok! Szép napot kívánok! Ó, szép napot! Érdeklődés szeretnék, mikor ahhoz, hogy én tudjak edzeni. Egy kártya, és az, hogy legyen magában elég elszántság. Értem, őszántság van, kártyám az még nem van. Á, kártyát rögtön adok, és még adok... Köszönöm szépen. Ó, köszönöm. Ez a hülye szokás, hogy mindig idehajtom a mikrofon. A telefonnal erősíted a kezedet, anyukám. Igen, közben kuncsaftokat intézek, tudod. Ujjjjj. Nagyon szépen, köszönöm. A sék az jár minden egyes rendőrnek, aki jön. A kártyát kérem szépen visszaad, mire elmegy. Köszönöm. Fizetni nem kő? Nem, miután rendőr. Ja, az vagyok, igen. Átöltözni hol tudok? Kérem szépen, jó, fáradjon utána. Fáradok. Ugának ez a karakter. Itt bemegy balra, ott van egy öltöző, illetve ha jobbra megy, akkor ott meg vécélem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Bántsátok szegény langert. Kivezem a kabátomba a ruháimat. Ruhák, edzős. Edzős. Mi van ennyi edzős cuccom? Kétszer vettem meg. Jó cipő van rajtam? Jó cipő van rajtam.
Hagyjuk a sapit. Hoppá, ezt a láncot viszont leveszem. Az nem kő. Jön a szemek se. Át kell rendeznem majd a zsebeimet. Aj, de konofkák. Gyere, ezt nézd meg. Figyeld, anyukám, az igen. Nézd meg, szép napon még a pólómat is, látod? Hát szép. Szép napot kívánok! Szép napot! Szép napot! Jó, a bolcsoljunk. Mutasd meg, Noctus, mutasd meg, az igen. Szia, Csonti, hello, hello, hello. Mi a hőzött? Nem beszéltem egy hete a karakterrel kb. Összökül kapni magamat. Igen, megtapasztaltam egy gyuri ember. Egy. Kettő. Amúgy van, a rablás van. Vannak ölögöm. Remélem. Egy úri kő, mert szóval vagyok. Ők hogy áll a karakter? Olyan katonás volt mindig. Olyan katonás. Csak a katona tudod. Jó van. Annyira nem szar, mint kétszer ennyire szar lenne. Akkor olyan kell ezt a felütésbe. Állóképesség, az kell inkább. Én edzegetek. Na figyelj, igazából karakterem nem tudja, hogy nagy rablás van. A karakteremnél nincs telefon, lerakta az öltöző szekrénybe, gondolom én. Ő nem az a búzi, aki emelkedtőt a súlyba a telefon, hello, szia! Bízom benne, hogy nem olyan karakter, nem olyannak gondolom én őtet. Őtet! Jó van, gyakorolni kő! Basszus gyerekek, brutál. Úgy elfelejtettem, hogy beszél a karakterem. Van, löklámozom a rendőrséget, ilyen szép férfiak járnak ide dolgozni. Hő. Jó van, faszom, edzéme. Hát te nem fotózod le, hogy a teremben... Ja igen, 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 alapszabály. Ha nem fotózod le, meg se történt. Jó van, mi a fasz van? Fáradt se vagyok, mondd már, hogy pihennem kő. Kipihentem magam, ajaj, ne, ne. Időben megfordultam. Igen, mert egyébként ezt szeretném, hogy a karakterem nem csak rendőrködjön. 45 FPS? What the fuck? Mi? Nem értem. Help! Szia, Dr. Killer! Csá-csá-csá! Jó van. Futunk köménye. Olyan szigorú arca van. Jézus, milyen szemei van? Ja, jó. Így van, ezt te már csak tudod, fő alkeszem, mi? Nyomkodok itt össze, mit össze? Googolgatás. A fekvőtámasz, ez mi volt? Ez a sima Google, ugye? Azt a mindenit. Milyen izmos karjaim vannak? Az asszonyverőbe. Milyen vékony lábaim? Hogyne, hogyne. Sima Google egy. Aha, nem nyert. A felülés, az volt. Azt a what? Mi van nekem 45 FPS? Azt érti valaki? Mi a fasz? Nem is mikrologém vannak, hanem neten. Why? Please tell me, why? Jó. Inkább nem nézem. Mert elpattanok. A googolgatás ez a felülés. Én a fekvőtámaszt kerestem, barátom. Jó. Köbély vagyok. Azaz, nekem rúcsekő. Rendőr vagyok, begódom. Azaz. Ez a 45 FPS, ez kiakaszt. Miért? Bocsánat, csak megnézem, hogy... Majd elállított.
értem. Valaki ezt érti? Hát törölöm kellett volna egy cast fight, mert valami beragadt. Na mindegy, leszorom. Nem fogok ma nagyokat üldözni. Kipijöntöm magam. Mi ugye szaladni kéne. Ez léte. Szaladni kéne, ki kerget. Ismerem hangjáró. Hát illetve hangjárnak hiányáró. Jó van, toljuk meg a súlyokat. Pakoljuk ide az izmokat, ő. Ja, nem hűzök. Tudom el, mi jel, de az hogyják lezárás, az VR-os lezárás, hogy más. Hogy állnak a skill-ek? Nem szeretettük, hogy egy két dolog kell hozzá. Kártya, ez lehetség. Ez jó. Minden cool. Értem, most mi van alacsony FPS-öm? Hát én 100 körül voltam fönt vársz, hogy délután nézelődni. Fixen, most meg megint ilyen szar. Nem értem. Azt a kurva. Tudjunk be egy power szart? Tipusan vagyok. Ez de jó volt. Jó, még egy picit akkor. Megvárlak. Anyason vagyunk. Ez nem itt? Anya csak a bátor. Hát ez nem, nem csak szar a hang. Azaz. Azt akkor... Köményen! Meg a kapu! Hát... Pandúr! Így van. Akkor azért vagy az itt, hogy izé... Vár... Új izé... Nem. Ember van itt a városban, azt izé... Vélem olyan sapkát vetvő. Értem, nem. Nökülve szolgálati. Meg röklágoz a rendőrséget, ilyen szép férfi lesz a rendőr lesz. Ja. Vágom. De jót futottam, azt akkor. Jó bebelegítés, sose rossz. Ösztön. Ez annyira utána, hogy eljön bazd meg edzeni. Kendőbe. Jó van. Tehát, hogy... Ennyi időre azért levehetnék a kendőt, szerintem. Azaz, szétvörjük. Skillek. Skills. Stamina az egy futással meg lesz. Azaz. Na, itt emberek is már... Na, értem. Nézd ki már csak az utolsó kör. Elkezdem növelni a sebességet. Futi, futi. Nem szúrsz ki velem most már, nem szúrsz ki. De, fuss egy nem, gyorsan. Nem. Fuss, gyorsan. Nem. Csaj, és milyen szépen a gép felett fut. Igazi Superman. Supergirl. Egy futáskő. Na bassza meg. Nekem mondja? Aha. Jó, az jó megtolja a staminát. Nézem, hogy jó. A szere? Aha. Eddig jó. Fogjuk le. Bízom el, hogy megoldották, és nem kerül elő megint ez a kellemetlen ügy. Hát én Robi, papi, rendbe rakták. Meg aki még élt és mozgott, adminok, ami munkát beleraktak, gondolom. De
biztos, hogy benne nagyon sokan úgy voltak vele, hogy csak azért is fel kell jönni, nem történnek meg a dolgok, admint hívni. Ahelyett, hogy azt mondták volna, srácok, megértjük, most ez van, így jártunk, buktunk mondjuk fél órányi játékot. Tehát azért nem lett volna a világ vége belőle. Ja. Nyomjuk egy kis jogát, azt mondják, az jó. Ez a Rivecall van, az a pont, amit meg kell érinteni. Potótól néha? Nem ilyet, hogy jó kezd, de... Hopp, hopp, látsz meg. Elég szürreális ez a karakter, hogy jó kezdik. Nem is tervezek olyan nagyon hosszú streamet. És feljöttem, hogy nézzem, mi a helyzet. Na jó, visszajött az FPS. Nem tudom, az előbb leugrott 40-re. Megint visszajött a 60, az azért már. Jöttet 70, 57. Áthozhatjuk a kezeket, lábakat. Nem kellett belepasszíroznom magamat. Jó lesz ez. Nagyon szégyúrom magam. Gyerünk. Gyerünk. Na. Mi nem működő. Működjé. Nyilván 900 FPS. Terem túl végébe. Jaj, van fekvő támasz azért. Jó, hogy itt azt csinálja, azt hittem, hogy csak... Jó, van. Ezt tudtam volna. Itt van ilyen. Sose vettem egyszer. Fáradok és szart, csehad legalább. Hát a konditerem bassza meg a szemem. Itt van valami, ami terhel. Érdekes. Már nézzük, hogy alakulnak a fragment pixelök. Hát ez gyorsan befejezted, bassz. Itt bírsz. Sobri. Hát meg, hát. Futunk pár körtől. Gyerekek, ezt látjátok egyébként? Ez egy 144 Hz-es frissítés, nem kéne látnom, hogy így tük-tük. Kondiba terhel szerintem, hogy rohadtul. Kettő, hogy hívják, van scriptes, ez már ha messze van, az három. Mindegy. De nekem olyan, amikor futottam minden, hogy ilyen mikrolaggok vannak. Már ilyen? Aha, ott ragadtam valahol nagyon durván.
damage brutál. Azért ennél több FPS-re számítottam az új gépnél. Mindegy. Ezeket a ruhákat nézzétek, csak bénázgattam, aztán RP szerint nincsenek nálam. Amikor teszteltünk, akkor próbált összeleni, hogy csomózó kifagytam. Ja, Zsottyó, hello, hello. Mit akartam csinálni? Szükségleteket. Na, az úgy jó van akkor. Megmosuk mindenhol. Erő, egészség, tisztaság. Mindig ezt mondtam. Megtörőközünk itt a törőközőbe. Behúzzuk a ruhánkat. Van egy rendőr sapekom. Leraktam, mi? Csérekesek. Így. Jó van. Szia, Vízbot. Írthatatlan barátom. De ne menj el! Szeretném lőni a kártyát. Nagyon szépen köszönöm. Csodálatos volt ez a töröm. Na, örülök, ha tetszett. Ő mióta dolgozik itt ön? Egy hónapja nagyjából. Egy hónapja? Na, akkor az érdekös lehet. Szeret itt dolgozni? Hát, alapvetően szeretek csinálni egy kicsit unalmat. Nem gondolkodott még a rendőri pályán? Hát, én nem vagyok olyan erőszakos ember. Erőszakos? Én erőszakosnak tűnök magának? Nem, tehát... Azért mondom, magabiztosnak kell lenni. Hát, jó, a megtanulható dolog az. Meg fegyverek, volt meg. Jó dolog az, amikor valami köményet fog a közébe, ami többit úgy szönti. Fémes érzetű persze. Maga a világ urat, de úgyis viccölök. Jó van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az edzést, vigyázzon magára, kedves uram. Maga is, viszlát. Viszlát. Na, menj a világe. Ezt már nem elbasztam. A rendőr gyorsan hajt. Bíró nélkül is. Egyszerűen. Néztünk. Ha jól tudom, akkor... Ja, igen, igen, ő Burgár volt az új karakter. Te basszalmas. Őt bírom nagyon, de ez a karakter. Ilyen rendi. 39 FP... Mi a fasz? Komolyan mindjárt... Elmegyek Cyberpunkhoz. Release trooper. Ja jó, nulla mondom, az kemény. Épp jó, mondjuk fölpörgött. Ó, kint hagyjuk, nézzük, mi történik. Állam maga bazen is. Nem véletlenül mertem leadni a frakciót. A Viking IT kurva jól fogja vinni. Mindenre értek el egyet, én másképp csinálom, de ez a jó. Most itt tök más megközelítés van. Kell mindig tudni, hogy mit kell csinálni. Csinálja szerintem nagyon ügyes, lelkes. Nem kell csudasztát szervezni. Nyomok egy relogot. Az érzésem, ez relog élet.
bele. Mondhatjuk őszt is. Sok szart ki akarom pakolni. Nincs itt egy kuka, ahova ki lehet dobni. Hol lehet-e már igazán egy kuka? Ez a kukák? Használható kuka? Az egy használható kuka vagy? Jó, nekem két edzős. Seke. Egy edzős bőven elég. Ja, várj, ez a régi. Az én felső. Oké. Okay. Van 11 ezrem, és nem tudtam megvenni. Ez lehet, hogy több volt. Seke. Várj, de az kell. És egy 75 van. Kondiná, ott megrohad a szemem a kockaparknál. De mondjuk ott másnak is. Ezt mondjuk inkább, ha arra jelsz, akkor nézd meg, hogy akár milyen ott a szemed, azt jelezd már vissza, légy oly kedves, ha itt vagy még. De szerintem már nem vagy itt. Jó van, szolgálatba helyezzük magunkat. Na, egyesre rakjuk, nekem kell egy desszertcsas, egy anyabaszó, kénes kuló, mi a mérges gáz, ami nem működik, kell mondjuk 50 skuló, opá, az kicsit sok skuló, 50 skuló. 3 bilincs, 1 kulcs, van a stimpak, egy fegyverlámpa. Nincs stimpekünk raktárba. Én raktam be egy csomó stimpeket, elvitték, rohadjanak, mindegy, köszönöm. Csabri József 10-8, erőtegészséget mindenkinek. Erőtegészséget. Erőtegészséget. Jó van. Terékömbörök. Erőtegészség. Ő is beköszönt. Lehet, hogy ezt kell mondani, akkor ne válaszoljunk, csak annyit, hogy cseh. Két szintek. Ó. Golyóváró, ez nem árt. Hát ebben előjönek, mint a szart. Jó van. Edem 003.49, 10.45, lefoglaltak. 10.40, lefoglaltak, jó van. Inkó 99.80.084. Elbasztal, nem? Nem mondta a nullát. Már kell baszni. Kik vannak szolgálatban? Tony Dinozo, Luis Mateo, Sullivan O'Brien, Daniel, remet kell beszélni. Johnson, Hudson. Már Benjamin, azt sem tudom, az kicsoda. Tengeri András, Tomo Carlisian, és Horváth Lea van egy autóban. Én még így... ott van valami rablás. Ez a bank, még mindig a banknál vannak. Szónak akarnak valamit? Ja, el fog tűnni meg, hát a rendőrségre csak nem jönne beguberálni, mert az azért elég non-RP lenne, maradjunk annyiba.
Lincoln... Lincoln 80, 99, 084, 10, 40, Paletto. Elfelejtem a kódot, amit kitaláltam. Itt Orlován, de őrmester, így ott előtt egy is az egy kolléga. Örült egészséget. Örült egészséget. Nézem az őrsök, az már lehet, hogy közben elkészült. Nem 99, 087, 10, 19 es 10, 19 es már is felejtettem. Visszatér a bázisra, jó van. Ez múlhidnak. Ajánlásával, jó ez a cucc, mert nagyon szépen törik a napfény. Szart se látok, de érzed a játék. Lehet, hogy rakom a fájvemet. Amiben benne biztos, hogy nem baszta meg egy kicsit a kest az, hogy jó sok mindenre kéne itt lennie. Nincs, vagy van. És próbálom szinkronizálni az esetleg az FPS-en. Megmondom, hogy 100 körül volt már, mikor elkezdődtek a csúnya keresselgetése. Nézd, ez az... Benjamin Örmester 10-10, további jó szolgáltat mindenkinek. Jó pérést! Jó pérést! Péter, itt Edem 99052 1045 Meha. Itt Alfa 99047, tömegbalesetet biztosítunk. Alfa 99, kérdezni, hogy külön a kikerősítés. Pozitív, sokan vannak. Hova menjünk? Béte. Itt vagyunk a burger mellett irányítani. Megjöttem. Vétel, itt Sierra 00-00-26, ötös egység szükséges, esetleg motoros biztosítás? Egy pillanat, aztán már itt is termet, ott pont ott előttem a kamion. Vétel, szükséges, mert jó szolgálatot, jó pénest. Jó pénest. Most akartam, először az autót akartam már leszedni az útról, hogy ne legyen több baleset. Nagyon rödös. Környéket, ahogy látja, nem lesz itt baleset már. Hívjon inkább mentőt, jó? Jó, rendben. Kivezette a kocsit, önvezetett? Így van. Vétel, itt Sierra 00, 026. Érdeklődik, hogy a Burger Shop-nál lévő tömegbalesetnél szükséges-e biztosítás. Negatív, nem kettő becsek. 14. Vétel, itt Adam 3, 10, 19. Azt akarom, hogy az egész... Döfögtöt kapott. Hívni kell a VR-osokat vagy a megfelelő rendőröket és elvontatni a gépjárművöt. Meg fogja fújni inkább. Inkább hívják a VR-osokat. Hát a sérült jobban is a gépjármű motor technológiai, esetleg a féke beszart, aztán szenved egy balesetet, azt itt elhalálozik, azt nem szörök. A főleg, hogy nincs is már kereke. Igen, csak mondták, hogy fújjuk föl, úgyhogy nincs is. Hát ez mondjuk igen. Hát hogy fújjuk föl? Oda googolok, azt belefingok főnek. Ma hívom az őrmester, ma hívja ő. 11. Fújjon, kúskálja ő. Jelzen, ha visszajött a kapitányságra. Árban ültek a személygépjárműben, a baleset történt, de kó. Így van. 00349. Ötő érkezik már önökhöz? Kérdezem, hogy kinek kell ott megmutatni meg a csípány. Na, nekem. Fogyasztod bármilyen tudatmódosítószert, alkohol, drogot? Nem, de hogy is, soha nem is éltem ilyen szerekkel. Üdvözlöm, Dominik őrmester uram! Uraim, önökhöz van felvétel? Mi a becses neve az úrnak? Városháza adja bejelentkezését, és a megfelelő elbírálást követően megkapja a kiértősítést. Ha maga ilyen magas, hogy a jó istenbe fér be egy ladába?
Hát igen, nekem is egy kicsit kényelmetlen. Üdvözlöm, Dominik. Vizsgálja, mi történt már? Még nem, most fogok menni. Hát magában nem. Sajrusz, jöjj egy picit már arrébb. Még egyszer legyen szívős. Hogy most fogok menni a kapitányságra vizsgázni. Nagyon jó. Keresnek a rádión. Ja, értem. Jó van. Szuper. Vállalom, kicsit izgulok miatta, de... Ő izguljon. Tegye oda magát, ahogy szokta. Minden jó lesz. Igyekszem. Mi van azzal a tahóval ottan? Nem tudom, most érkezett nemrég ki. Akkor mondtuk, hogy nem kell több erősítés. Csodálatos rádiós kommunikáció. Üzérőr nagy uram, mentőt hívtunk már az urakhoz? Elméletileg hívtunk, na de ez fújja az urémmel a gumit. Nem lehet? Hát nekem elri. Áj, nem emelek, ne arra, hogy sérvet kapok. Kicsit meg ért az éjfő fújni. Ő nézés. Hát csak egy kereket kell. Szolgáltatásunk rész önöm a körék csőrő meg egyebek, ezt a VR Transvon pedig a Csudami nevezetű cégek megoldják maguknak, küldenek nekik egy SMS-t, kijönnek örömmel bódottággal és megoldják a problémátot. Vagy egy ötletem. Nekem is sok ötletem van, úgyhogy én azt mondom, hogy hívják a Viátrasz vagy a Csudaműhát. Én hívtam a Csudaműhát. Köszönöm, vezérőr nagy úr. Van egy rendőrautóról a kereket, aztán azt meg fölrakjuk ide. Jó, hagyjál már hülyeséget, de az ki fogja megemelni az autó? Hát ez a Lada, ezt tudod milyen régi? Régen még rendes acélból volt mindenből az autó, nem csak egy kapcsolatból. Nem kő. Ők kérdénk a törzsdászlós urat, hogy ne szóljon bele a kommunikációs vonatokba így. Mi akkor kértük, hogy ne jön több erősítés? Vagyunk heten, megemeljük a kocsit. Van a városban? Nincs. Nincs? Akkor jön az asztakaszt, azt most láttam egy hirdetést. Nem. Mentős bácsiak, van egy pótkereke? Ki van szétmenve? Ja, itt van Boris. Én vagyok egy kicsikét, az történt, be voltam kötve, de kirepültem az autóba. Itt jöttem nagyba, aztán erre, aztán itten. Erőt egészséget. Megakadt a szemem a pillanatra, aztán már jött is a nagy kamion. Ez már van is egy párja. Jönnek is a kocsijuk. Igen. Édesanyámon kívül? Na ki az világos csofa? Egész jól. Terény személyen. Hogyne. Hát akkor várom 99-et. Ahhoz képest, hogy kirepült a kocsival, hát szó van az út. Hát igen, igen, fogjuk rá. Hál' Istennek van őrangyalom minden, aztán a balesetem volt. Sose volt még ilyen nagyobb sérülésem, hál' Istennek. Igen, és úgy az elnézést. Szuper, azt örömmel hallom. Mit érez, uram, akkor ez ugye nekem a Star Wars, hogy ez fájdalma? Ja, hete megemelik, igen. Hete megemelnék ezt a ladat. Nem taxi, még egyszer mondom. Tessék? Nehéz, nem van nem egy akadémia. Jó, van, akkor mert a taxi elviszi magukat. De már nem jött ki. Már itt várunk egy több napja. Aha. Többi évszázada. Jó van. Orlov Andrej, ha jól tudom, pontosan nem. Orlov Nikolaj. Akkor Orlov Nikolaj. Tényleg személyesen beszélj meg a rádió. Jó, innen leszek. Vagy menjenek át a ketteste. Ne úgy. Üzére, nagy úr, ott jobbra az a sportgépjármű, az nem a baleset áldozata szintén. Aki az ott... Első balesetem itt volt, azóta ott áll. De csodálatos. Több baleset történt ötszörre egymás után. Aha. Zseniális. Aha. De elég szar köröztöződés, valljuk be. Azért mondtam tömegbalesetet. Ja. Mondjuk a tömegbaleset része, hogy egy autó vagy tesz, azért nem nagyon értem. Figyelj, most elakadjunk ezt a kocsit. Dehogy akarom, csak nem értem, hogy miért. Nem, akkor ott az ember. Az kolléga majdnem elütötte a kollégát, ez szép volt. Jó van. 92-es a társaság. Nem, most sárga ruhás gatyája. Na, az azért. Igen. Tudom, nem? Ott, megnézzük. Őnézést! Nem tudják, ez az autó mennyibe kerül. Csóba! Hát szerintem ez olyan, ami nem eladó. De magáé ez a gépjármű. Aha. Szép is a lát. Szép jó napot kívánok. Azt viszi.
fötröng egy úr. Szép napot, barátja, jó van, ott fötröng a fődön, mint aki egy éppen bréka. Leesett a kocsi tetejéről, beütött a lábát. No, bassza meg. Ne sétáljon kérem az úron, amikor kérettem itt a sárga nadrágos úriembert. Köszönöm szépen. Én nem látok semmit. Üdvözlöm, uram. Csak hallok. Menjön már a rébe kicsit. Ne sétáljon már rajtam, szálljon a hátamról. Ő kérem az úrakat, hogy távozzanak innen, amíg szépen kérem. Köszönöm. Okay. Úrnak szüksége van mentőre? Megköszönöm. Azon tudjuk, próbálhatjuk akkor? Nem. Abban egyeztünk meg, igaz? Jó van. Mögtönni az úr, hogy a kollégát oda hozza a mentőhöz, hát a tudnak rajta segíteni? Én is, de nem választ nem kaptam. Várja. Jó, aki most ott van, az a lefoglalkozó. Na mindegy. Most van-e hozzá ő mentők? Ja, azt javaslom, vigye be a kollégáját a kórházba és vizsgáltassák meg. Hát egy autó, az egyik kolléga leesett a tetőről, fáj a lába, mondta, vizsgáltassák be magukat a mentőkkel. Egyébként nem tudom. Jó, javaslom, vigyék be kórházba a kollégát, mert itt komoly baja lesz, mert futkároznak az urak, azt véletlenül rálépnek. Jobban van? Jó, minél hamarabb bemegyek, igen, köszönöm, sietek. Jó van. Hál' Istennek, automat ez a szar. Ő néz a gépjármű? Igen. Megkérdezted, hogy miért parkol itt tilosba? Mert gyorsan beszélgettem ott az úrral, tudják utána. Jó van, mögtönné, hogy nem száll be a gépjárműbe? Igazoltatunk. Mögtönné, hogy kiszáll a gépjárműből? Figyelj, uram, egy pillanat. Most szálljon ki a gépjárműből, nagyon szép. De... Hát jó van. Sárga Lamborghini nem állt meg az igazoltatásra, ő hajtott a helyszínről. Aki látja, az kérem igazoltassa le. Jó, Lambó elhajtott a picsába. Na jó, ez valószínű. Szerintem azért állt itt egyébként meg, hogy üldözőbe vegyük. Nem ő. Igen. Na biztos. Ja, Adrenaline Junkik. Megállt mellettünk, köszönt, azt azóta itt elgondoltam, várta, hogy üldözünk egyet. Értem. Nekem az FPS-em esik nagyon cél. Majd a karma elkapja. Rendben van. Szerencsétlen, ízé, sofőr egyre rosszabb, be kellett vinni a kórházba. Na bassza meg. Jó, hogy hívtuk hozzá mentőt. Vezérőr nagy úr jól látta a szituációt. Bőső vérzése lett, azt itt meghalálózik, akkor meg a mi felelősségünk. Ja, hát ha vissza akart ülni a kocsiba, azt elhajtani. Igen, fel akarták fingani a körököket, ezt is hallottam. Volt ilyen csodás ötlet. Erős egészséget, Leo. Jó, ez a rádió kurva hangos. Még le van halkítva. Halkítsa le. Fölhalkítottam, főnök. Majd megmutatom akkor, hogy kell még halkítani. Hogy akkor nem hallok semmit. Nem, nekem tökéletes. Jó. Amúgy valószínűleg el akarják lopni a, vagy a kocsit, vagy a kerekét. Mi van zárva? Jó, uram! Álljon meg! Igen? Kérem szépen a személyigazolványát mutass a főnököm, Sobri József Dandár tábornok vagyok, jövő számom 0084, a 99 körzettő. Az mit jelent? Mutassa meg a személyigazolványát. Hol tudom? Aha, jó van. Jújjon be a zsebébe és használattal mutassa meg a személyigazolványát utolsó kérésem, mielőtt megbüntetem. Nincs nálam. Nagyon szuper, akkor kiállítok önnek egy csekket. Várjon még egyszer, hogy nézem, hogy hova. Nézze be még egyszer. Micsoda véletlen, mégis megtaláltam. Mutassa meg, kérem szépen. És mutattam. Jó van. Születési idő? Születési idő? Igen. 1999. 7. Jelám 02. Mi? 02, igen, 7. Halló, itt. Jó van. Milyen hónapban született? Hónap. Milyen hónapban született? Melyik kapitányságban? Rá van írva. Nem azt kérdeztem, mi van ráírva, magától kérdeztem, milyen hónapban született. 14-es, azonnal jövök fölél akkor. Uram, itt van velünk? Jaj, már fel van, mi van, uram, Leo, itt vagyok a város közben. Uram. Február, nem?
Hát, dolgára kéne tudnia. Egyszer mondom, én kérdezök, nem maga kérdez. Február! Jó van, rendben, magasság. Nem tudom, azért másikat nyírtam. Jó van. Na, akkor megkérném, hogy hagyja a hőszint tisztóvágtába, mielőtt még nagyon bemorcok, a kocsik körül mászkál. Nem így gondoltam ezt. Jó van, nem tudom. Urán hagyja a helyszínt az úr. Én hagyom át. Ön is elhagyhatja, igen. Köszönjük szépen a részvétöt. Adjuk egy szemét az oldalán. Jó. Ha bár itt van, akkor mutassa meg. Csak jósítvány van nálam. Az is jó. Hát, úgy, szuper, köszönöm. Született? 2001. szeptember 11. Oha! Ejtöttek egy kollégát a burgershopnál. Jó, önnézést. Erősítő szeretnénk kérni. Mögrézzem, hogy jól kapom-e. Vételi Sierra 00-026-1044. Bocsánat, nem akartam előzni. Joga, megtaláltam főnök! Bocsánat. Szakadj már le rólam, te személyes. Edem 00-349-1040. Kérném az úriembert, hagyja a hőszint nagyon gyorsan, mielőtt még tényleg intézkedés. Igen, fussa innen le a francba, köszönöm szépen. Vagyok. Hívok mentőt. Rendben. Jó van. Sétáljon föl egy kicsit jobban a járdára, kérem szépen. Jó, álljon meg. Megvárjuk, hogy visszajön az erősítés. Jó szabad a kerékpározást. Elnézést. Hogy új vagyok, de nem akartam elütni. Mi hajtott tovább? Nagyon örödös, hogy visszajött, de mi hajtott megfordultam, tovább? Megfordultam. Jó van. Hát én ilyen csináltam volna, akkor nem jöttem volna vissza. Jó van. Igazoltassák a kollégát. Kérem azért ne. Még a magán, nem ilyeslő fegyvör. Nem tudtam, milyen szétű. Szóval én óvatosan. Jó van. Ott meg ellopnak egy rendőrautót. Nem tudják. Hát labban körbeállnak valakit, akkor más a vége. Ó, uram, utolsó felszólítás, húzzon a környékről kurva gyorsan, különben problémák lesznek. Milyen probléma, azt megkérdeztem. Igen, megvizsgálja belülről a csillagot. Mondom, megvizsgálja belülről a csillagbörtönt. Ez rossz. Menjen el, nincs több kérdés, hagyja le a hőszint, utolsó főszint. Menjen el a hőszínről. Köszönöm. Látja, vegye elő a telefonját, nézze meg a kék vonalat, hogyha törölten belül találjuk, lőtartóztatás, magánosítunk maga ölön, és megy a csillagbörtönbe. Ennyi, viszont hallásra. Jó, nézzük. Kolléga, figyelj erre, köszönöm. Jó, hagyja el a törölten szépen, abbasz. Vitesz szolgáltparancsnok, nem tartózkod kéne helyszínen, mivel 99-esen tartózkodom. Semmi probléma. Szóra fájdalmat tapasztalás. Tudnos, nem volt semmilyen illegális. Vétel, piros járművek, persze, vagyok a városban, nem akartam ott vissza, és jöttem azért, hogyha te szándékosan jöttem volna, akkor nem jöttem volna vissza. Csak azt hiszem el, most is mondjuk nem látom a fejembe az utat. Értő. Hát sajnos ez egy komoly probléma, még fölül látás szereket kell hordani, szemüveget, kontaktlencsét, hogy jól lássa az utat, és nem kell 200-a száguldozni. Tehát önmagában a gyorshajtás, a közmegszegése is majdnem halált okozó baleset okozás volt. Körülbelül 50-nel mentem, bocsánat. Hát biztos nem ment 50-nel, olyan sebességgel száguldott emeltünk, mint egy üstökös. Egy kis motorra jöttem. Hát igen, tudja, hogy meg tudja dobni ezt a kis motort, egy lejtő? Nem. Akkor mondani lejtő. Szia, Pintyusz. Persze, utassa fel a kollégénának. Nem tudom, mert itt állok önnel. Bocsánatot kérhetek tőle? Bocsánatot kérhet tőle. Rendben. Elnézés, uram, nem szerettem volna előtni, csak rossz a szemem. És teljesen eljöttem, nem szándékos volt, ugyanis hogyha szándékos lett volna, akkor nem jöttem volna vissza, és kértem volna öntől bocsánatot. Jó, köszönjük szépen, hagyja be az aklatását a kollégának, mutassa meg a jogosítványát, kérem szépen. Azonnal nincsen semmilyen okirat,
semmilyen okirat. Hát tényleg nincsen. Jó, hát, mi most kezdtem körülbelül. Kérném a kollégákat, a kommők fölölő szabálysértési csökköket állítsák ki a kolléga úrnak, azt közéről nagy eldönti a továbbiakat. Rendben, nyugodtan. Vagy a kolléga. Kettőre is önne. Korábban említette, hogy részt akar venni egy vizsgán. Igen. Amennyiben ez lezajlik, pont van egy. Nagyon jó. Önnel tartok. Lezáráson kívül. Vétel, még a lezáráson belül vagyunk, a jelen pillanatban. Nincsen személy okirat az úrnál, ezért a csekk az kiszárható. A papíron adja, az is jó. Ja, értem. Hát akkor vigyél be, aztán üljön egy 10 percet gondolkodni, vagy amennyi a szabályba sírta a főből, nem tudom. Ezt tudjuk még felajánlani. Kiváltatjuk a... Ezt megkapja tök. Megkiváltatjuk a lesz. Jó, akkor váltassuk ki, igazuk van. Az a legegyszerűbb. Önnézést, főben nagyon el vagyok, mert figyelm azt a sárga nadrágos ömbört, aki most meg köz nagyon idegősíteni. Igen. Nem igaz. Ilyen ezen a... Na. Uraim, azért arra figyeljenek, hogy itt áll három sportgépjármű kurvára ránk fókuszálva. Megkérdeztem őket, azt mondják, a terület lezárást várják, hogy el tudjanak haladni. Tudom, tudjuk, aha, tök logikus válaszok hallatszik. Elvisszük. Tök elhiszem. Három különböző ruhájú okmányait benne. Elmegyek magamtól. De akkor Lötöbörgörbe akarnak menni? Lehetséges, igen. Ő mi jár egy hőbe? Ha ebben nem megy bele, akkor viszont előállít. Nem akarnak bejönni a lezárás, nem akarnak zavarni. Nem tudom sem, mit csinálnának. Jó, simán nem mehetnek itt mellettünk. El is mennek. Ja. Ez esetben akkor... Aha. Követem magát. Jó néz ki. Zárja le a robogót, velünk jön. Szerintem álljon fel a robogóval járdára, én azt javaslom. Félreállok le az útról. Illak is az, hogy ne sétáljon lővonalba ilyen főtűnője, mert véletlenül magát találom el, és nem leszek boldog. Jó, zárja le. A kisasszony. Mm-hmm. Mondtam valamit. Reagáljon már rá, egy igen nemmel. Van egy. Nem lett volna meg. Hát... akkor elviselem. Nem jó válasz. Kemény fából faragták. Ezt értem, az jó dolog, de hát azért figyeljünk már oda egymásra, hogy merre tartjuk a Stukkernek a fájdalmas végét. Mi a pintyuszkám? De köszöntem. Másodnak akkor... De aztán kicsit félrejöttetem lenne. Na. Na mi a gond? Semmi. Durat megkérdem, zárja le a robogóját. Most kaptam. Nem az övé. Illetve nincsen az úrnál semmilyen irat is. Most mi az úrom a robogóm? Na, leszáll? Persze, leszállok. Most csináljunk már valamit, most faszomért állunk itt már persze. Jó, szálljában vagyunk vissza, hogy akkor lehetsen 2-es, 10... Azt mondom, akkor menjük el a kományok. Ügyi. Keresik azt a kollégát, aki járatását keresett, vétevege. Látsatok szépen a vezetőszállat. Nyitva az autó? Nyitva. Nyitva szépen az ajtót, besegítem az úriembert. Lila kisasszony! Lila! Becsukom az ajtót. Jöjjön velem, mert egyedül vagyok, bővisszük az urat. Jó, József. Mondja. Fú, mi legyen a vádpont? Na várjon. Soroljam? Milyen sorrendbe kéri? A legsúlyosabbat kell úgy adni. Rendőrtiszt, hivatali személy testi sértést. Parancsoljon. Ennyi, ezt akartam mondani én is. Ennyi, akkor csináljuk. Mehetünk kollégák, kihívtam a VR-ost a robogóhoz. 0-0-ra megyünk. Lila, 0-0-ás, ugye? Igen. Jó, akkor oda megyünk, ott akkor... De maga meg 99-es. Igen. Adam 99, 84, 10, 19, 9 egy elkövetővel. Fú, de rossz lesz a színi megszak. Nekem a szemem nagyon rossz. 0, 0, 26, 10,
19. Akkor lehet, hogy egy jobb szemüveget fejszem, mert sem kéne fölvenni. Annyira nem tudom, mint a magáé. Csak mondom. Jó van. Beszélj nyugodtan. Fokozza a dolgokat. Jó. Szétető. Ez piros volt a lámpa. Látja, hogy mi van a kocsink tötőjén, amikor beszállt? Nem, mert a kocsiba ülök. Mondom, amikor beszállt, látta, mi volt a kocsi tötőjén? Nem. Jó van. Nem lehet hajtva a fejem. Jó napot kívánok. Mert nem állt egy fél órát a kocsi mögött. Nem. Jó, mondja. Ez a baj, látja? Nem állt ott fél órát? Nagyon jó tötte. Alig volt egy fél perc. Na, azért mondom. Ezt a fasz. Adj Isten, mondja János, megkezdi a szolgálatot. Ezt a kurva. Erőtegészséget. És azt mondta, hogy ma nem lesz. Edem, 99-84, 10, 97, 0-0-es kaptányságra. Ezt nagyon meg kell szokni még. Hát ököm is. Kiszedni a kollégát? Persze. Köszönöm. Kitom az ajtót, kicsitom a biztonságért. Üdvözlöm, Kent Uram János bátyja. Adj Isten, Jóska! Hétszeresen fogom segbe rúgni. Majd megfogok egy vezetőszárat. Bekapcsolom. Bincsnek a hátteját. És hogy telefékezek, felkerüldik a csomagtartóra. Örült egészséget. Adjon Isten. Örült egészséget. Ó, van. Menjünk. Bocsánat. Meg éreztem, hogy liheg. BMW-be lesz már. Jó pihenést! Jó pihenést! Kihallgató vagy visszak, uram? Igen. Jó, ne lesz az úrval a vezetőszárat. Mintegy, Edem 00643, nagyrattal 1026. Biztosan nem tudja minket bántalmazni, ezzel a bilincset meg elmegyem. Örnagy, keresi való, Nikolaj. Csak nyugodtan. Jó, kisasszony, közdje meg a kihallgatást. Én fogok jegyzőkönyvöt vezetni. Köszönjük a rádióra. 14. Na. Szóval, mit tud mondani arra a robogóról, ami nem a maga tulajdonát képezte? Azt, hogy kaptam. És kitől kapta? Honnan tudjam? Amikor itt egybe ideértem a városba, mert repülővel jöttem, hogy ideértem, ott volt egy úriember, megcsináltam a hajamat, meg minden, belőttem, ami most látja. Aztán ott állnak, nem tudom miért, az út közepén, az egészet elfoglalva, szóval mondjuk útzára állnak az út közepén. És össze-vissza, hogy ugrálnak, csodálkoznak, hogy véletlenül ejtettem egy rendőrt, amiután visszamentem, bocsánatot kértem, szóval láthatták, hogy nem is szándékos volt. Aztán jöttek maguk, aztán nyolc. Ja. Mi nincs több igazolványa? Persze, hogy lenne, hogyha egy... Fú, az nem kérdezlen. Mondja, hogy lenne? Hogyha mondjuk 2 perc jöttem a városba. Jó van. Faszomból lenne. Annyira értetlenek vagytok hozzá. Fogadjunk, most kim vannak a pályázók, hogy geszen egy mafiózó. Mögteni. Kim vannak egy geszen mafiózók, nem mertek belekatni, de most én itt vagyok, hogy semmi nincsen. Egyből. Jó, a kiállgatásod az úrnak berekeztem, és az egsősebb büntetést fogja kapni. Vétel, mikor tér vissza a kapitányságra? 0-0-ra. Rövid lejegyzőkönyv lesz. A legsúlyosabbat fogja kapni a igen. Tudatosan mély elleni tiszteletlenséget még hozzá. Azta. Erőszak, nem tiszteletlenség. Erőszak. Ez tényleg erőszak, ezt most hozzá kell tenni. Erőszak, hogy felemeltem a hangomat.
Nem az, ölötött egy röndőrt, azért. Jó, mondja csak nyugodtan. Péter, keresem Tomo Kárdisián. Gratulálni tudok csak hozzá, uram. Köszönöm szépen. Úgy hallom, hogy nem baj, legközel majd a kollégáim nem az út közepén áll, innen is üzenem neki. Le volt zárva a törülött, úgyhogy köszönjük szépen, viszontlátásra. Viszont hallásra, köszönjük a részvételt. Gondolkozzon el. Mennyi idő, az uram? 30 perc. Hogy elmegy? Nem tud kimenni. Álljon meg! Na miért? Most mondta, hogy visszállt. Jó, akkor ránakom vissza, hogy szállott, én nem különösebb. Uram, álljon meg! Az őrítélt próbált szökni, sokkoltuk, úgyhogy fogarasítjuk az intézkedéseket. Tassza van. Hú, köszönöm. Vétel. Louis Mateo Nagy Dominiknak, a 00-án várom a vizsgája miatt. Kicsit bátrabb rendőrök lesznek itt a városban. Nem, majd az ilyen kis izé... Uram, ezt módosítottam 30-ról 60-ra? Nem, az túlzás, 30 elég. Köszönöm szépen. Akkor az HSF, jó, tudom, személyszemélyegetése. Nem, nem homozunk. Hivatalos személy elleni súlyos törstésértés, ennyi. Törstésértés? Ölütött egy röndőrt. Az maga szerint megsérült a törstő, vagy nem? Hát nem tudom, te közel nem az út közepén áll. Így van, majd maga megmondja, hol állunk biztosan. Ja persze, persze. Jó van. Kisasszony, rakja már be, legyünk kedves. Engem valamiért egyből leküldtek az útról, az sajnos aztán... Köszönöm szépen. Ugye ide rakta a cellába. Hogy ezt még oda rakja? Ezt még ide rakja, utána kell átvinni. Értem. Ja, bilincset leszedni. Jó napot kívánok, mi újság van itt errefele? Köszönöm. Mi az? Menjön vissza. A most engedett ki, jó napot. Nem. Kérem, majd kéne maffiózóknak is ilyen vagányan, jó? Köszönöm szépen. Nagyon közel vagyok hozzá, hogy nyomok egy reportot. Na, itt legalább elgondolkozik azon, hogy mit csináljon. Ital van önné? Ital van önné? Hogy lenne, hogy 2 perc vagyok? Úristen, akkor is itt veletek baszakszom. Úristen, baszak. Annyi eszetek van, hallod? Hát te sem vagy egy okos virágszá. Kérem vissza! Én sem egy okos. Neked nem állkozó, úristen, azért olyan, akkor mit hisztek? Egy-egyel, szevasz. Erre szabadkát mond, nekem azt tetszik. 10-18 vétel vége. Igen. Ez nem is zárható ez az ajtó? Istenem, agyhalottak. Vagy... Védett Walker James Howard. Azért azt hittem a Tibike. Sobri József dandártábornok érdeklődik, a vizsga hőszíne hol lesz? Béter, a 99-es kapitányságon vagyunk. Köszönöm, indulunk. Béter, itt arra Nikolaj, a vizsgáig lecsatlakozom. Vigyük a 99-re. Ön vezet. Egyedül. Vétel. Én vezetek. Kész, hogy egyedül. Dominikot. Biztos, hogy öltött? Pontosabban várom a 0-0, nem tudom miatt. Oké, maga tudja. Kérlek, Robuszló, a vizsgaidő alatt lecsatlakozok a rádióról, vagy te vége? Kérdem, 99-0-84-10-40, 99-ös kapitányság. Ugye? 10-40. Nem 10-40, mindegy. Mindig elkúrom.
Tök jó vezet, még mondta, hogy ne önvezessen. Néha előszeretett, de szeretek bizonyos helyeken a városba pislogni. Néha a 0-0-án várom Nagy Dominikot, itt vagyok a garázban. Ami elég súlyos probléma, és néha úgy várjon, érzem, hogy várjon, Nina, várjon a önézést, Nagy Dominik vizsgálja 0-0-án lesz, kolléga. Pozitív, itt tartózkodom a 0-0-án. Akkor megyünk vissza, azt itt a 99-en lesznek a vizsgál. Péter folyamatban van egy másik vizsga is. 14. Faszom öccse. Megesik, hogy öcsikben esik? Előfordul. Mondta a kobra, majd eltölt jobbra. Azt a rohadt. Magának egy kötőnök kellett volna bűnnie. Hát, ahogy. Egyet értünk. Nem vagyok ki jó költés, uram. Jó, Klárisz java a 0-0-án gondolom, mert vele beszéltem, megyünk ennek a Dominiknak a vizsgájára. Faszom se tudja, hány vizsga van egy nap. Tomo Klárisz az önpárja, ugye az őrnagy? Igen. Jó van, na, róla gondolt, rá gondoltam. De ha nem reggál, az esemesre, akkor majd harapom érte. Engem? Hát, Nézést, de én ezt úgy érezem, hogy magam felettes itt hogy mondjam, szóval fenyegeti. De nagyon jó próbálkozás egyébként. De fenyegetem, nem vannak szántam, uram, Istenben. Jó kezdés volt, mert elolvasom azt az évét ennek a tudatába. Nem vannak szántam, uram. Persze. De tényleg nem. Jöjjön. Hol vannak a vizsgázók ilyenkor, tudja? Nem, uram. Talán a hárnak az emeletén, uram. Van hárnak emelete, azt rohadt jó tudni. Igen. Ő nagy úr, hol történik a vizsga 0-0, melyik emelet? Itt vagyok, még nem... Ja, üdvözlöm, Mateo. Nagy, mint tudomásomra jutott a 99-en van a vizsga, amit én terveztem, csak meg először. Csodálatos szervezések vannak itt, kérem szépen kollégák, azért jó lenne a kommunikációt egy kicsit javítani. Hát én megkérdeztem a James-t, hogy tudja elintézni. Elsősorban van egy a 99-esen is vizsga, meg van a 0-0-án is vizsga. Mindenhol más vizsga van. Nem tudom, hogy ez volt a kolléga most, ezért őrnagy uram. Hát van egy járőrvizsga, viszont közben meg van egy humán vizsga is. Hallottam, mert Tomo Krauszló megintézi a valószínűleg a humán vizsgáját. Én kurvára leadom ezt a HR gyerekeket, ez katasztrófa. Jó, és hova akkor melyik vizsga, mert már kurvára nem bírom követni. Érkeznek meg remélhetőleg majd. Ja, értem. Jó van, nekem Dominik, annak a vizsgáját beszéltük meg, de arra azt mondta az ő, hogy az a 99-ön, nem? Nem, azt én itt láttam, mióta szolgálatba álltam a 0-0-án. Közben meg én voltam az első, aki mióta szolgálatba álltam, hogy kerestem a vizsgával kapcsolatban. Igen. Közben jöttek ketten. Igen. Közben jött az orlom Nikolaj, hogy neki is kell vizsga. Visszahozta a járőrözésből a Hudson, mert neki ugye mennie akkor kellett. Akkor ő van most. Őrizés, kisasszony, lőne. Nagyon szépen kérem, főjből, ide. És semmi nem lett megbeszélve. Jó van, engedjük őt. Nem, uram, nem lövöm fejbe. Francba. Egyrészt azért, mert akkor engemet innen kirúgnának, másrészt azért, mert maga egy jó ember, és kellene egy magáért. Parancs megtagadás viszont, hall, de így szólod. Parancs megtagadás, ha olyan van, amúgy. Menjünk már innen a folyosóról, mert nagyon frusztrálta érzem magam, itt tágabbat ér szerintem. Jó van. Akkor mindjárt én lövöm magam. Kérdezem már meg valaki, merre van az a Nagy Dominik, én nem szeretném ma már rádiózni. Most jött meg, láttam itt az órán, láttam, hogy bejöttett a kapcsra, mindjárt lehozom. Jó, megyek inkább be, elveszünk. Igen, felmenjünk az emeletre akkor. Lilla! Tanátábornok úr, volt esetben kifejezetten vizsga, amit teljesítenie kell? Valamelyik vizsga, amit... Nincs még. Erre a főkészítőre most még a fővételin dolgozunk közölről, most csinálják, ahogy csinálták. Jó, rendben. És akkor most... ő nagy uram nem jön ide? Mert mit, hogyha ő nagyon akarta volna, hogy itt legyünk? Hát... itt van a... Ja, itt vár, jó van.
követem én a történeteket, nagyon jó. Itt a nagy Dominik, itt jön velünk. De én az őragyot kérdeztem. Hát ő a 99-en van. Tévedés, mert ő azt mondta, hogy kavarodás van, mert ezt pont ezt kérdeztem meg tőle telefonon, hogy most mi van, mert már nem értem. De jó, rendőrök vagyunk. Ugye? Szolgálunk és megdöglünk itt mindjárt agyvérzésbe. Jó van, én elgondolkodok egy fél percre, addig találják ki, vagy hol lesz a vizsga, melyik terembe megyünk. Nekiállunk a vizsgának. Jó, menjünk be valami szobába, ne jó, menjünk be akkor a hátrében. Kiktől még nem kaptam rádiózást. Vétel, itt Edem 00349, 1020, központi kórház. Bizonyos. Vétel, 99, ez kapitányságról az Alfa 86-os, éppen a kohászatot ellenőrizett, 10-26. Édem 84 vizsgáztatás idejére rádióról lecsatlakozik. Vétel, vizsgáztatás idejéig lecsatlakozik. Jó, név az találóbb. Kevés célra mennem érekel. Ő is adlakozzon, ilyen pedig hozzá beállottam. Dominik, hogy tudják. Tessék? Ne felejtse meg ön is berádiózni. Úgyhogy mindjárt jövök. Fél perc türelmet kérek szépen, ha megtanem pauz. Kérlemet, ez az! Nézzük a vizsgát, gyerekek! Igen. Hallgatom, mit szeretne mondani, mondja nyugodtan. Szedje össze a gondolatait, azt mondja, hogy kell egy kicsi idő, míg megnyugszik. Esetleg végig gondolja, hogy fixen tudja a dolgokat, akkor mondja, és akkor egy 5 percet adok. Azt szerintem kelleni fog. Jó, nyugodtan is gondolja, hát a kolléga mondta nagyon bőcsen. Ne kapkodjon. Mondnál tábornok úr, hogyha szeretné a vizsga kérdéseket nézni, a B-vizsgát csináljuk. B-vizsga, jó van. Köszönöm.
Autót veszek, 400 ezer. Nyugodtan gondolja végig, Dominik. Nem kell idegeskedni. Faszom, nézi a bébisket. Mindegyik kell volt dolga, illetve mindegyik benne volt a tananyagban. Így. Így biztosan tudja. Gondolja végig, ne kapkodjál. Én nem látom magamat elfoglalva. Most azon gondolkodom, hogy Dominik volt a kim velünk a legutóbbi incidensnél, amikor szólalt beszállítottuk. Ott volt. Volt? Akkor gondoljon arra a szituációra. Vegyük például azt a szituációt, akkor tényleg majd, amikor arra a kérdésre visszatérünk, vegyük azt alapul. Nyugodtan, nyugodjon meg. Ha kell egy pohár víz, akkor igyon, vagy valami nyugodtan igyon, egyen, bármilyen van. Nekezzem vissza, hogy mi történt annál a szituáción, és hogy mit hogyan történt a levezénylésre. Most melyik szituációról is beszélünk? A legelőzőről. Ami most történt a legutóbbi, amikor az öröbe kellett szállítani. A burgersátos kereszteződésnél, ahol az úriember robogóval volt. Mondjuk például azt alapnak. Ott mi történt? Elütötték önt, tudtommal. Igen. Pánik gomb, egy darab egy. Még. Mi történik? Csak egy. Azt mondta ezek a rádión elvileg az előbb, hogy dupla pánik gombnál menjünk mindenféleképpen. Igen. Értem. Figyelek. Figyelem közben a rádiót. Nyugodtan. Én is. Gondolja végig, Dominik, annál a szituáció, ami történt, és próbáljon a kérdésre is közben gondolni. Szóval magába vezesse végig a kérdést, és utána a szituációt is vezesse magába újra végig. Ürült egészséget. Szakad a rádióban, az meg. Érdeklődnek, ki fogod fegyvel. Vétel, Edem 099052-1044. Rendi videótában 4-18. Igen, ki fogod fegyvert, és megírjálni. Fókrinszázas, mert próbáltam volna mondani, csak mondjuk 70 ezeren beszéltek a rádión. Na szóval voltak lilarulás elkövetők, és itt van az egyes magnál, hát zenéket körbevették, viszont az egyik úr kiszállt, miután leszakították fel az ajtót, és ránk fogta a fegyvert, üdvözölt minket, és lényegében ők már elhagyták a helyszínt, galambosok voltak, vagy nem tudom, valamilyen fajta madár volt a hátukon, és biztonságos legyen, ugye, az a maximum, de alatta is lehetséges. Lilaruhás, szárnyas emberek voltak? 1 km/h. Nem, hát fehér és valamilyen fajta bagoly a hátukon, és még lilák, szóval ezeket két külön illegális szervezet feltételezem én. Láttam. Ezt még egyszer? Milyen esetben kerül? Épjelmi, amivel elmenekültek? Raposításra csillagbörtönben. Volt egy lila Subaru, egy lila Nissan Titan, fekete gyöngyhez mind a kettő, ne bocsánat. Fekete alapon lila gyöngyház, meg még volt talán még egy gépjön, de az rossonos, azt nem tudom, mert arra nem emlékszek. Láttam, akkor kollégák, ezeket a gépjárműket látjuk, egyben erősítést kérünk. Itt éppen intézkedés alá vesz. Edem 99. Egy gondoljon teljesen más szituációra is. Gondolja végig, hogy... Milyen esetben? 0086-os értettem. Az egy hét alatt a csillagbörtönnél. Lila színű Subaru-ról beszéltünk? Nem. Szia Red B, hello, hello. Most hajtott be a... Képzelj maga elé a szituációt, amikor... Éppen elfogják az ekkört. Mert zárja az Audi, vagy mi van ott? Levezették már egy könyvet. Észreveszi, hogy az úriember kicsit másképpen viszonyul a rendőrséghez, mint egyébként más személyek, akik visszafogottan és szerényen tűrik a kihallgatásnak a végkimenetelét. Igen, csak úgy átolta az Audit. Hát én úgy gondolom, hogy... Jó, másodikok vagyunk a sorban, kapjuk el. Az úriember, ami nem kíván maga... Mindegy, igen. Ez volt tiszteletlen.
Igen, na, hallgatom a válaszokat. De most, hogy visszatérjük a gépjárt műhegységünkben, az, hogy tudjunk rá haladni az időzés során. Egyelmegnagyobb meg ezt szeretném, hogy a Sheldon, tudsz előzni? Igen, balról, balról. Megyünk balról. Bűn. Bűn. Amit elkövetett. De azt mondja, hogy nagyobb, szóval például elkövetett valamit, aminek nagyobb a vétsége? Szóval büntetése a BTK alapján arra próbálom válaszolni. Romeo, megpróbálj segíteni? Romeo, jöhet, mert pokoli gyors, nem fogjuk utolérni. Következtetik pontosabban. Tedem 00-343-10-18. Nem megy? Mögöttünk is. Föld út? Nem, hárman ülünk. Földút, farm felé. Hosszabb időre... Tudok menni, megyek másik irányba. Menj a bank felé. Rendben van. Már menjünk mi is. A következő kérdés. Kicsit terepföldség van-e még mögöttünk, mert hárman ülünk a kocsival. Jó. Milyen esetben foglalhat le a rendőrség gépjárművet? Pókor. Jó válasz. Pontosabban, mikor foglal, röviden, mikor foglalhatunk le mi gépjárművet? Nem direkt szélről fogunk kihajtani a főútra. Itt gondolját a... Előző szituációt is. Azokat a napokat, amiken jelen volt, meg a mostani börgásod a szituációt és vagy a számításban. Hát amennyiben elhagyatottan tilosban parkol a jármű, akkor... Vétel, Róma felszállása, volt rádiózás? Volt. Alapos gyanú van, hogy bűncselekményben részt... Szóval mondja még egyszerre mondja végig, mert... Vétel alfa 00-86-10-45. Köszönöm, 10-10, köszönöm szépen, hogy jó szolgáltat. Tilosban parkolás legyen, út közepén állarokban gépjárművel. Vétel alfa 00-270-44, vétel vége. Alapos gyanú van, hogy bűncselekményben vettek részt a gépjárművel, és nyomozás okán mellett. Van szabadegység, ahova tudnék csatlakozni esetleg? Délre haladunk a város fele a keleti autópályán, kaszinó irányába. Próbálom értelmezni, itt látok. Jó, a következő kérdés, szituációs kérdések lesznek. Adom felétek, majd nem negatív, kimegy a legkeletibb autópályán. Lehet-e tömeget korlátozni a területről való távozásban tömegoszlatás során? Aha, ilyenek a zöldek, ők a kék. Ezt meg jó tudni. A távozáskor. 24-es benzinkút. Elmondom még egyszer. Izuretbim, hogy vagy? Kérdés. Lehet-e a tömeget korlátozni a területről való eltávozásban tömegoszlatás során? Nem. Mondd, hogy nem. Nem, mivel ugye pont az a cél a tömegoszlatásnak, hogy elhagyják. Mirror Park környékén fogunk majd szóval jó válasz. Betérni a város. Felon is tapna, lehet-e lefektetni a gyanúsítottat a földre? Ez a régi felvételi kérdés. Hát, szerintem. Igen. Ruházatát vizsgálásnál fentről lefelé és jobbról balra haladunk. Vétel, a 2-es, 1944-kor felszállt a CRFK 00-as épületéről, megyünk a helyszínre. Vétel, itt Adam 00-343-10-98, Vétel. Ne féljem, legyen magában maga biztos. Kollégák, minek még egy helikopter? Ettől lesz a levegőben. Autózást végezhetünk-e? Nem. Jó, miért? Vétel, szembesába jönnek vagy? Rendesen. Az csak is zárt teremben lehet tenni, mert ez kiterjed a testvérek átvizsgálásra is, és az csak a CSOS munkatársai végezhetik el. Te, Tedem 099052, megpróbálunk elévágni. Rendben. Vizuális kontaktot vesztettünk. Jó, következő kérdés a kényszerítő eszközökkel kapcsolatban lesz.
egyéni rendszeresített kényszerítő eszközökből három darabot soroljon fel. Lement a csatornába, kollégák, lement a csatornába. Réte, a Városi Kórháznál a lukat ellenőrizzük. A 9-es mögött a csatornában van. A bilincs és a rendőrkutya. Itt Edem 3-0-0-3-4-3. 10-44, nem. Csapaterőben van rendszeresített készülítő. Mondom. De én akkor nem hallom, hogy mi történik ott, verje? Ez a fogmiller eddig. Vétel alfa 0-0-86-10-44. Hát akkor róla felülünk, még egyszer, bocsánat. Mindig ideális kontaktban van a szobor. A elfogóháló, a gumilevedék és ingerlőgáz. Hol van az a... Postgame on Focus. Amúgy kollégát nem akarok kötekedni, fegyveresek ültek a kocsiba, fegyvert fogtak a rendőrökre, neki mentek a rendőröknek, erősítést kértünk és úgy ítéltünk hagyva, mint kalap kabát. Landert tábornok úr? Igen. Az utolsó kérdés látja a... Vétel, itt. Edem, vizsga, 99-0-5-2-es. Nem nézem most, épp a másra figyeltem. Lezárni a másik utat, mindegy, az alagútnak. Útlezáráson elméletiben, elméleti utáni, gyakorlati feladatként. Azt simán gyakorlatira áttehetjük, nem? Persze. Jó, rendben van, akkor most mások gyakorlati lesz. Csak mondja, hogy mit csinálna, ne hogy lezárjon nekem utat ténylegesen. Ja, igen, 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 szóval mondja el. Csát, szóval annyira lök gyakorlati, de a marad előméleti. Elejöttünk az alagútba, rendben, ezt akartam akkor. Vége. Jó, akkor marad úgy. Rendben. Főleg, hogy akció van éppen ezer, azt hallgatom én is. Jó. Igazából nem olyan szintű... De Róma a kettős a taxi kijáratnál nézi a csatornát. A bankrablásnál. Arra a... egy útlezárásra van szó olyan pillanatban, ugye. Kivasszus. Ez lövés volt? Nem. Benzinkút vagy egy helikopterbe bezuhant a földbe. Robbanást hallottuk a 0-0-ás kapitányságnál. Csak nem a kollega a képpont. Nem, szerintem ki fogunk crash-elni. Nem. Hol lett a rádióforgalom? Hát, az oda éget, azt nem szedik fel. Hát, igen. Mi lehet történt? Lehet egy helikopter is dandárt tábornok úr. Lehet, hogy bezont az egyik helikopterünk. Azzal nem szedik fel. A kaszinónál van, ott a taxiállomástól nem messze, és átirányában. Most néztem meg letten a csipogón. Én is azt nézem. Egy helyben áll, ez probléma. Itt két helikopter, egy helyben áll. Ja nem, a másik az mozog. A Városi Kórháznál lévő alagút kijáratánál nincs mozgás, parancsra várunk. Az utolsó rádiózásban elhangzott, hogy kijöttek a csatornából, és a 0-0-as kapitány, vagy a 99-es kapitányság felé mentünk. A bányásztatnál az olvasztón elvesztettük a gépjármű nyomát, azért nem értettük, hogy miért mentek el a kollégák. El tudnak menni. Igen. A két barik. Egy igazoltatás lesz a feladata majd. Én amondó vagyok, hogy hát akkor menjünk és intézzük ezt a gyakorlati feladatot. Vagy halasszuk későbbre Dandárt tábornok úr, hogyha a járányunk visszaköbb közben. Nem tudom, hogy dönteni jelenleg, hogy melyik most jönne a... Elnézést, van egy telefonom. Gyakorlati részén. Engedelmük az jó. Semmi gond. Nyugodtan.
Bőnjünk le szerintem a parkoló részre, és csináljuk meg ott a gyakorlati részt, és bármi, ha gyorsan beugrunk a kocsiba, azt go! Igazoltatás lenne, pont Tomó azt mondta, hogy intézzük el az igazoltatást rendesen, szóval igazoltasson valakit. Jó, rendben van. Akkor magával megy, meg akkor Lilla kisasszonya, nem tudom, négyen menjünk egy autóba? Nem lehetségesen menjünk. Jó, hát menjünk négyen egy autóba. Pillanat, csak mondta, hogy telefonja van. Jó van. Sámi különben is, Redbeam, te hogy vagy? Kicsit szét vagyunk esve. Vételis, újsám, főtöz zászlós. Érdeklődnék, hogy van-e olyan egység, amiben kettő darab őrmester tartózkodik vétel vége? Szerintem nincs. De én... Ja, bocsánat, én törzsre vagyok. Jó, azért... 1-0-0-3-49-10-20. A kolléga azért pörgesse meg azt a telefont, ha kérhetem. Nem érek rá. Mondanám, hogy én bevállalok egy igazoltatást, frissíteni szengéket. Hát nem lököd kell igazoltatni. Jó, menjünk. Menjünk. Jó van. Mateó, maga vezet. Irányban. A vizsgáztató fog rádiózni, és igazoltatunk egyet. Lilával mi pedig követjük önököt. Ez át fog külni, vagy nem tudom, kövessük, nem tudom, melyik a jobb. Inkább követjük. Inkább kövessük, mert hogyha kell, menni kell, akkor önök tudjanak reagálni. Így van. És akkor hogyha kell beszállítani, akkor beférjenek hozzá. Ennyi. Ez is, vagy esetleg. Ez kész, ennyi. Megvanolva egyébként. Jó, de túl zsönik vagyunk. Keresem Zach Davis altából vezérőnagyot. Vételem. Kérdődés is történik itt. Jó, úgyhogy nem csak én vagyok az egyetlen, aki altárban nagy elített. Melyik a dítot? Valamelyiket most örmesternek hívott. Hó, kérdezzek könnyebben. Lassan már harmadik hónapja zászlós vagyok. Egy pillanat, fővettünk egy kadétot a mai nap folyamán? Majd rádiót. Lehet. Hogy a faszom álljon keresztbe. De, hogy én rendet teszek, csak hát... Jó, Lilácska maga vezet. Én azt hiszem, e-mailezgetek közbe. Oké. Okay. Várjon, ne szálljon be. Edem 99073 1018 vétel vége. Jöjjön, anyósra beszállt. Vétel, alfa 99047. Megnézzük a ismert rockföldeket, a pozícióját. Sosem tudom, hova tartom a kujjám, meg van. BMW. Átnyújtok egy kulcsot, bármi történik, önné is legyen, hogy. Vitelt alfa 002. Hogy érzés kapott, bazd meg. Faszé, lehet bármit megbeszélni, elmondjuk, semmi. Ez meg... Ááá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 
óra fő. Edem 00026, 1098 vége. A fő publik feletti kórháznál igazoltatunk. 1044. Oda nem kéne rá repülni? Itt Alfa. Tessék! 1947, kapcsolatot találtunk. Nagyon rosszul hallom.
Lehet, hogy erősítik az igazgatást. Jó, erősíteni kéne a pozíciómra, mindjárt küldöm, minimum 2 darab terepgépjármű jöjjön még. Idem 0086-os, értettő, várjuk a jelzést. Kvazunt, ízom, szeret egészséget. Annak a helyszínen küldök egy egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Oké, megyünk. Indulunk. Annak a helyszínen ismétlem, szóval megjön még 2 egység. Vétel. 99052-es egység autócsere után megy a helyszínre. Kérdem, 99084 indul a pánik gombra. Menjünk a pánik gombra. 1044. Biztos benne? Menjünk! 86-os egység indul. Vétel Roma 01-es 1044. Menjünk a pánik gombra. Sobri Józsefnek, ha szükséges, menjenek, intézzük. 14. Egység fel tudom menni a kórházba. Faszik 50 mondani. Vidó, az az. Mikor háznál van? Káosz, káosz köbén. 14-es megyünk. Ja, semmi, csak azt mondják, hogy ma fölvettek valakit, akkor mondtuk, hogy nincs fölvétel. Tösszék a gépjárművét, uram. Tösszék? Nem települ, tölösszik a maga gépjárművét. Nem. De tudja, az autó egy gyakran szoktak menni az autópályán is, úgyhogy nem baj, van ott egy gyors autó is. Hol kell menni? Terepen van elvileg két terepgépjárművet, két Scott Carlisen a rádióban. Jó, nem baj. Ez a 99.03-as indul. Vétel Róba 01-es menekezett a helyszínre. Akkor nem zuhantak lő. 0086-os egység, 6 kilométeren belül. 3 kilométeren belül vagyunk. Jövőm. Edem 00026 1019 gépjárműváltás, majd 1044. Idem 99084, 1 kilométerre belül, mi nem terepgépjárművel jövünk, ha kijönnek az autópályára, akkor tudjuk az üldözést folytatni. Egyenlősítve a törizetben. Jó, ne válaszolj ebben az meg. Szép reflex volt. Tudjuk még mennyien vannak a helyszínen. Nézem körbe az. Oldal sziklái még ének, ott bújtak múltkor is. Szia Fanni drága, hello hello! Minden szuper, csak most egy kicsit tényleg kaotikusak a helyzetek. Balra, 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 az ott mi? Vétel Fanni 0-0-2-70, 10-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 
Kicsi pogót fogadtunk ő. Már igen, foglaltad. És ő től jobban vagyunk. Ha elér öblöbsz durvába töröp, akkor szerint ez dönt para. Védel, kell erősítés még nekem? Óvatos, akkor... Ajaj. Ismételje meg kapitányságot a túl. Kell-e még erősítés? Megább ez egy kicsit sem volt. 300 darab ültetvény van itt. Fura volt a szövöm. Tudom. 14-es, akkor milyen gépjárművel tudok oda kimenni? Vagy elmenni? Földút vezet az ültetvényhez. Ez azért annyira nem durva, hogy terep kéne. Jó, álljuk el az utat. Egy, ha tudunk, akkor bizonyítékot nyerjünk ki ebből az ültetvényből, jó? Ez bőven van egy minden. Én arrébb állok a kocsival, hogy beférjen mindenki. Jó, álljunk meg. Ne menjünk neki. Álljunk meg. Tökleteszi a kocsit. Itt elfogtunk, annak van valami különlegesebb szín átmenete, vagy ilyesmi? Sárga, akkor nézzük körül. Jó, azért kérdezem, mert kettő lila autót láttam a keletin kifelé. Tudj csinálni. Pozitív, az egyik próbált blokkolni minket. Daloran is már jön. Elpusztítom. És hogy tudok itt váltani? Kaszinónál épp leugratott.
Jézus! RM 26... Tegyünk ki szöges egészséget! 0-0-0-0-0-26... Tegyünk ki nekik oda szöges, meglepinek! Na kik a nekik a rendőröknek? Vagy ha jönnek ide? Hát, akár. Jó, jó, meglepi. Kuzi, neked ezt írhat az embörös, most jön nem is csak... Vezettem, vezettem. Jó van. Figyú, mire kell gondolom, hogy itt bármit csináljak? Sárga, a jéfjármű üres. Nem akarok ide beszállni. Én látom, de nem látom. Egy pillanat, türelmet uram. Megoldom a problémát. Vételis Róma 0 jelenleg még negatív. Ja, aha. Hát a probléma az az nékem, hogy látom, de nem látom. Én látom. Én is látom. Na Kuzinnak, mit akartál nekem mondani? Majd ő mondom, hogy ketten vagyunk. A domboldalon lévő földút. Én nem akarok beszállni ebbe a gépjárműbe. Mi jövök ide? A nyomvájon végig. Mi történik? Jó van, semmi. Hazveg, hol elment a kocsihoz? Erőt egészség. Ügyüljük az ösztösöt? Hátra tolattam volna, mert nem féltem volna a kollégák. Assza meg, hát... Műgépjárművük áll. A hölgy bevallotta, hogy ő termesztette, vagy ő ültette a marihuánát. Csodálatos, ez a gépjármű itt az útó. Rakadjék, ugye? Halljék neki. Őzve az egyém. Kollégák, ne egymást is agyon kérem, jó? Kicsit legyél már határozott napkúzőn. Uram, azt a járművet be tudná zárni? Béla, az a mamma. Nem, mamma. Azt ott, uram. Ja, az nem tudom ki. Igen, az... Jajajaj, becsövete igazad. Rájöttem, mit kell csinálni. Ez csak azért, mert látta, hogy mindenki beszáll a gépjárműbe. Ezért gondolta, hogy az F-et itt nyomni kül. Izgalmas ez a rendőr, mert... Hallgatjék meg egy lapátot, azt a aljék meg... Mert sose végzik. Aztán Jóska, miért látod? Mert én csak néha napján veszek észre egy... Üdvözlet. Tögörmi tisztelet. Nem tudom, én szedem, amit látok. Jajajaj. Ja. Én azért járkálok úgy, mint gólyafos a levegőbe, mert csak néha veszek egyet észre, amikor rálép. Nem szabad autó fölé nézni, mert megkápráztatja a szemét, kolléga uram. Hát találjon. Hát ez az. Az se segít, a picsába. Álljunk karibok, zárjuk le a gépjárműveket, jó? Hát, igaza van. Edem 00-0-26-10-97. Jó van. Arrébálok inkább. Kollégák, álljunk le a hídról, mert szeretnénk bevinni az elkövet. Az a baj, hogy a hídet parkol egy jármű, és attól nem férünk. Kell kérni a tulajdonosát, álljon ára, jó? A Faunak 99-es kollega legyen szíves állít bárni a hídelőt. Mi a helyzet, srácok? Bocsánat, én is olyan szét vagyok esve. 99-es, ha ott élek, tegyük már arra, mert gátolja a forgalmat. Gátolja a forgalmat? Érted? Tösség! Mi történt? Mi a probléma? Hát nagyon erős a gyökér, fogalmazzuk úgy. Igen? Én a 99-es tahó, ezt még hozzáteszem. Jó van, jó párosítás. Igen, igen. Bönni fog a kiászás. Ha nem áll el innen a kollega a járművel, akkor... Kollégán, akkor egy kis dörék problémája, mindjárt oda fog menni. De nem tudok semmit. Jó van, azt hiszem egy tablettet valaki nyomja már számba. Nem tudom kinyitni, nem tudok oda menni. Hát nem érti. Röpülés lesz. Röpüljön már gyorsan egyet. Csinálom. Rendben a... Adj Isten! Na. Na. Az Isten vörje már meg. Aztán... Kőzőről leszedni is, vagy csak tapossuk szét őt? Szöldje uram! Ez borzalmas. De nem igaz már, hogy már... Plusz 15 másodpercet. Hagyd már abba! Isten verjen meg. Itt Alfa 99-047, elindultunk vissza a kapitányságra.
ahogy gyanúsítottam. Ez sokkal több lenne. Vétel, és alfa 0-ra 182, 10. Ezt hogy tetted le? Nem tudom. Nincs csak, mondjad. Odoljanak a főröncre. Na mi? Akinek ilyen 0-0-80 valahányos a jelvény. Jó rendőr volt. Azt mondja. Na jó, ide állnak, ez örülök neki. Oké, még már jövök. Ne menjenek át a növényeken, kollégák, nem hallták a rádióforgalmat? Őt nem mentek el, csak úgy láttad. Micsoda? Milyen gépjárművel mentem? Micsoda? Mi mentem át? Ja. Oké. Okay. 182-es kaphatnánk egy pozíciót a területről. Van a probléma. Én csak bele tudok ülni, vagy nem akarok oda menni. Nem menj már oda. Ez kurva szar. Pálingom? De jó, nem tudom. Szia. Igen. Tisztán és érthetően. Jó ott a pálingomb. Nem pánikom, erősítést küldtem, hogy kértek erősítést. Cserjék melletti autókat, zárjuk be. Vétel súlyosan főtös zászlós, véletlenül megtaláltam a ütetőgépjárművét is, vétel vége. Megnéztem a legtetejét, ott a legesleges legtetejében nincsen, haladok lejjebb. Óvatosan, kolléga, lönőssön. Figyelek. Olyan szar a derek, amely nem tudok lehajolni érte. Előfordul. Én se. 11.95.10.20 a autóvezetés mellett együtt. Majdnem fellökött az a bika. Nevezünk tőhénnek, de én is lett. Köszönöm tehén. Jézus, amit magasról esélyek a tőhönök. Alacsonyan szállnak. Hát jó van akkor. Ahol megálltunk a bömös előtt is láttam egy két cserjét. Sárgát? Cserjét. Cserje van ott pár, bőven sok. Jelenézem, mint a dombodalba is van. Dombodalba. Itt minden. Ott arra följebb. Én mondjuk nem láttam, de hiszek önnök is asszony. Hoppá! Tényleg vannak itt? Itt egy súlyosan főtözlásról kollégák a bókrokat is tüzetesen vizsgálják át, mert bele van velük vétve vége. És följebb is itt a sziklafalokon is törömnök. Pontosan az utak szélén, ahogy látom, mindenhol végig van ültetve. Na, vigyázzon a kollégák, mert némelyiken van egy rohadt nagy bogar, aztán azt, hogyha étapusság, akkor utána valami tablettát kell bevenni, hogy nehogy bajuk legyen tőlük. Fogják, amelyiket lehet, azt próbáljuk meg begyűjteni, hogy elvigyük a kapitányságra bizonyítéknak. Egy bizonyos mennyiség utána ez elég komoly büntetési tétható maga után. A gyanúsított bevallott mindent egyébként, 200 darab ültetvény van, bokrokba, kő mögött itt ott. Kollégák, itt fönt is van egy csomó bokor! Basztok ezek rám. Nem is tudta, hogy a kanabisz ennyire kövény növény. Itt aki magát elfoglalt, befogadja, lecsipogott. Kollégák, a sárga járművet lefoglaltuk már, vagy még nem? Pozitív. Jó, ez a kanabisz. Érdeklődöm, hogy melyik gépjárműbe gyűjtsd. A itt felszedett
sajátodba is beteheted egyébként. 14-es. Szerintem 20 szál bőven elég bizonyítékként. Nem kell több. Fél a térbe, mert bedobhatod másikba. Ah, Isten verje meg! Láttam, itt az egyik út mellett még vannak ilyen egész picikék is. Ezeket is valahogy... Kollégák! Elnézést, a sziklafalakat is nézzék meg, itt találtunk fönt egy csomót, úgy őrejtették, mint a sic a kövek közé. Ó, nézzük át a környéket alaposan. Helikopteres egységünk, hogyha esetleg látja ezeket a cserjéket, akkor körülnézhet itt a hegyek. Mi annyira meg fog halni. Jó, az esetleg lecsatlakozunk a rádióról. Roma 01-es pozitív. Próbálunk közel kerülni és körbenézni a tövege. Van. Egyetlen problémánk van, a kamerán nem működik valamiért a helikopterbe a tövege. És szervizelik a helikoptert. De teljes mértékben tökéletes helikopter állapota. Csak most tényleg valamiért a helikoptert nem tudjuk. Üdvözlöm Skywalker uram! 10-22-es értettem. Törég láttam. Jó innen a kilátás. Igen. Jó, akkor jót beszélgettünk. Jaj! De elnézést csak. Időrömből. Kicsit gondolkodtam. Nem csodálom, én szoktam. Az irodámban. Főleg fejből. Itt Skywalker, valamint Sui Shantyt szeretném megkérni, hogy jöjjön fel. Őt már elintéztem. 14. Őt már elintéztem. De még kell terepgépte, azért hagyjuk már. Itt a óvatosan a sziklák, mert nagyon csúsznak. 14. Én bűsre lesz tábornok, mert már az. Hoppá. Kinek írva? Nem láttam. Nézze meg ön is kolléga, hát a jobb a szöga. Jó, körésíteni. Holnapra kiválok, Mikózon vagyok. Itt a rendőrség. Kérem, jöjjön ki. Fel kell önnek tegyünk minden kérdést. Hova? Ezek ilyen röddökök löhöttök, ott van az az röddök zászló. Rendőrség? Micsoda? Ilyen rödnökök löhötnök, ott az a rödnök zászló. Rödnökök. Rödnök. Helyet tudom. Jó. Én nem értek a lomakhoz. Magas. Én értek mondjuk. Igen, hát én nem. Örök ez is. Tessék! Megrúgta egy ló. Rossz végén etette. Nem mindegy, hogy adja be a kocka cukrot, az egyik végén makráncos lesz. Hát igen, mondjuk ez igen. Hát mondjuk nem ilyen problémám volt nekem. Hát milyen problémája azok, volt? Hát megfordult. Megfordult? Hát az a gáz. Kollégák, próbáljuk meg kettesével átjárni a területet, mert az előbb jelezte a kollégina, hogy nála nincsenek ott a tuják, amik nálam ott voltak, hogy itt a vége. 10-4. Jaj, öreg csontjaim. Lizbot, hagyj már békén! Óvatosan kollégina, lőnőssön be mögvöröm. Többet. Én sem. Itt egyelőre én nem látok többet. Akkor most a talajján. Nem értek ezekhez a növényekhez, hogy most itt milyen... Itt ennél a kőnél még éghajlat, meg milyen szedve, tápanyagok meg, kellenek ezeknek. Hát a faszom tudja, de ez cikla. Bizonyos szakaszáig hát igen. Volt teleültetve, meg legutóbb itt a vízárok környékén volt a legutóbbi, de ott most nem láttam egyet sem. Egyetre. Én sem látok többet nagyon. Ők itt sem láttam, csak néha így éreztem a talpam ma. Meg Sui Shantyt sem láttam, de ő meg látta, úgyhogy...
Akinek nagyon jó a szem, az ki tudja szúrni. Elég jó a szemem, bár mondjuk itt elők szarnak. Ajaj, óvatosan kollégák. Jelzzek magukra, menjük majd én elő, a fuhára essenek. Nagyon ködvös tanultártábornok uram. Hát én mindig. Egyelőre megvan minden. Egyelőre. Szerintem meg, hogy... Na kollégák, kész vagyunk. Tessék, így most már fényesebb. Ajajaj, mindjárt fölhelyeztem ide, így. Ó, hát lekötelezett föl. Éles fény. Azaz, na látjátok? Mi van? Fényesebb lett. Ezt akkor igen, nekem ezt a kommentint vissza a kapitányságra. Engedjék kérdezni. Induljunk uraim, parancsot kaptak. A 99-en, majd. Vagy azért is dögök egyet az úrnak. Ugye nem voltam kíváncsi, de... Megyek. Nem most rögtön. Mi az hát, jó. Én már hon parkolok amúgy. Jó. Hát itt a hó közül. Ott szerintem ott vagy, ahogy én, nem? Igen, ott. És akkor hol van az én társam, aki velem? Szerintem itt, nem? Jaj, az ott. Meg az elsődöm, hogy őszitek. Szóval a kell kiképzést! Várjuk meg, ami mindenki kijön, megy. Erre meg gondolod? Ott a kollega egyedül. Vizet Alfa 002-70-10-19. Szerintem fényhidat le is kapcsolhatjuk. Szerintem. Alfa 00, szárgat a kedet, 10-19-00. Vizet Alfa 002-70, nem messze a földtől találtunk egy holttestet vételvéve. Fogják meg azt kollégáj. A gépjelövet, üljenek be, azt csak... Jó, induljunk, hát ez... Sose érünk oda. Vizet az egyik Romeo lezuhant. Csak magasságot. Na, basszá. Szemeket a pilótának. Mit te merre találhatod? Nagyon nézős, hogy zárták a... Kizetek mentőt. Negatív egyelőre. Óvatosan álljunk félre, vagy megyünk tovább. Ide ne álljunk félre, ide ne! És megvan a Romeo is. Pozitív, menjünk. Viszont nem látok holttestet benne. Jászó. Érdeklődnék, hogy pánikomról. De szóval ez egyik Romeo. Menjünk le az útra. Vettem. Folytatjuk a kihallgatást. Köszönöm. Kódné. Vétel, itt találtunk egy sebeső tender, lehet, hogy ő az. Menjünk vissza balra egy picit, mintha ott láttam volna a helikoptert. Egyenes, és utána balra. Hidd azt, hogy te forgalomban szömbbe. Bal? Vétel, itt Adam 00-026, keresem akció. Forduljunk balra egy picit. Menjünk egyenesen fényhidda. De ne, vissza, szembe sávba. Úgy. Ott. Kiállgat, hogyha én mondom. Gondolod, ott. De mondtam özörször, nem hallotta? Balra. Az, fényhidd. Fényhidat is. Itt. Van egy kis elintézni valunk, kicsit lecsatlakozunk a rádióról, jó? Nem látok embert, de hogyha benne éget, akkor azt nem tudják a mentős kollégát. Értem. Megmenteni. Azt tudom. Pontosítva a benzinkút, helikopter balesetben történt égés, nem tudnak ellátni. Azt gondolom, hogy ebből nő is főszödni. Engedélyt kér elhagyni a területet, ugyanis itt a mellettem ülő őrmester kollégának a vizsgájából egy tétel még hátra. Jó van, mehetünk szerintem. Szóval egyébként, ha nem, ha lehet, hogy valami van a fülünkkel. Most... Akkor majd én megkapják, mehetnek nyugodtan.
14-es. Torlanulás uram, vagy merre? 1045 város. Jöjjön ki Palettóba. Nézzük meg mi van ott. Igen. Érdem 99, 084, Palettó. Az egy cég, itt jó itt hagytak, kollega! Menjünk vissza önél, dandártábornok uram! Legyen olyan kedves! Nem vagyok még a előbbi mezőni, ahol voltunk, csak mindenki éhúzott innen, mint nem tudom micsoda. Vétel uram, visszamegyünk önért. Tízlégy, akkor mi nem mennénk. Visszamegyek, érted? Itt vagyok a közelben. Nem, nem becsatolta magát. Törvészetesen, de bizalmam 100%-os az ön irányába. Őrzsőrmester. Inkább csatolja be magát. Jóha, becsatolta ettől függetlenül. Vétel, akkor akik... Akkor balkrablás. ...nem kezdtek intézkedésbe, azok felvontatjuk itt a... sátrainkat, egy egység, aki a legközelebb van, induljon el a riasztásra, legyen szíves, és tájékoztassa az egységeinket, hogy pontosan mit találhatóak. Köszönöm, itt a vége. Itt Alfa 99047, végeztünk a kihallgatásra, nem csak elindulunk a bankrablás helyszínére. Érdem 99084, 1044 bankrablás szintén. BMW-ből érkezünk. 99070-es, 1044 bankrablás. Az első egységtől szeretnék kérni egy visszajelzést, hogy milyen járművek találtak kint a banknál. Köszönöm. Intéztem. 35 számú hívást. Jó van. Hát ez hosszú karrier nem akartam, volt. Nem akartam elütni az ős lakost, inkább félrehúztam kormányt, de látom, hogy elértem. Jó van, kolléga, zárj le a kocsit, megyünk a beférünk a kollégákhoz. Ha szűkösen maximum. Elmányi kicsit összehúzom magam. Szerencsé, hogy megfogtam, mi a fene. Ha ennyien nem. Hajóska, hogyha a kolléginát beütetod az öletbe, akkor még talán beírja. Van, de most lezárom a szirénát. De mi nem jó az autó, ez az a BMW? Ja, mert neki ment itt egy oszlopnak, nem? Ja, neki ment a helikopteron, de... Nem tudom, de a sziréna alatt legalább kapcsolom. Hát próbálom, nem tudom beszállni se. Vétel, itt Edem 00, 0-26, 10-90. Igen. Hit, a helyszínen található egy fehér... gépjármű, illetve egy lila zentornó. Pilóták, nem láttátok? Nem láttuk. Városi, nem tudom megállapítani a pontos típusát. Négy személyes, illetve még egy kék is, megérkezett helyszíre most áll be. Engem a szöv is megfogott, mert nem... Engem is megfogott. Elhagyott a helyszín, elhajtott az helyszín. Jó vagyok, csak érzése volt itt, hogyha valami elpattannánk. Tehát egy gép jármű található kint. Az ember jót akar, és... Hát... Így szokott az lenni. A pokóba vezető út jó szándéka van kiköpkezve. Ne felejtsed őrmestől. Pozitív, illetve a bankrablás értesítése eltűnt. Nem. Jó. Jó következetésre vonás volt. Gratulálok. Hát tudom, hogy nekem a tovább bérett helyen van. Mindig olyan kellemes őrmérséklet van. Igen, meg sok a jó barát, mi? Igen, igen, lehetett, hogy szívülnek, hogy akkor... Nekem megvan a most kogódé. Hova ment mindenki? Én esküszöm, nem értem a kollégákat. Ment a bankba? De a jelent a motor az öfüstött le. Luis Mateo, ide jött az öntornós úriember, elvileg a kékruhások ki szerették volna pakolni, viszont egy úriembert meg elvileg elsodort, így a szituáció érdekes. Jó, az urakat akkor átnézzük, és kiadatjuk. Biztos, hogy nem ütött meg magát? Erősítés kérdés. Nem, tök jó vagyok. Most néztem az okos órából, azt mondta, jó vagyok. Én is megnéztem, és ütöttem meg magam, szerencsére. Három úri ember van a járdán. Nem értem, mi történik itt egyébként. Az entornót is szállítsuk ki.
Szerintem a gépkérdő talán... Ó, Botján uram! Akkor a ruházatot mindenkinek nézzük át. Botján János uram, mire vannak? Talán ott följebb valamelyre. Úton vagyunk, igyekszünk, csak itt volt egy kisebb baleset az egyik helikopterünknek, aztán azzal kapcsolatosan kell még intézkedni. Tudom, itt állok az autójuk mögött és magukra várok. Kivünk ma akkor! 1992-1044. Van problémát. Itt vagyunk, csak égi emberek. Jó, égi emberek, jó van. Egy ember van a három elkövetővel. Érkezem. Van egy kis probléma. Így fog működni, hogy lesz egy... Ne. Jó. Kollégina, jöjjön ide, fölkapom én. Élő kolléga. Lágyom, kolléginár. Tempo. Jó, mindegy, menjünk. Menjünk, kollégok, soha nem végzünk. Itt esetleg, figyeljetek a középsülés, az is szabad. Hogy már nem tudom az ölembe ültetni a hölgyet? Ezek a fiatalok sose tudják, hogy mit kell csinálni. Nekem sem, hogy... igen. Már nem tudom a ölembe ültetni a hölgyet. Erről is szeretnénk. Hát, akkor lehet, hogy a mentősökkel kellene megbeszélni, hogy valamelyik gyűlölöket. Már mentek. Azt hagyjám, de be sem tudok szállni az autóba. Jó, szerintem ez nem, hogy begurulok a városba. Várja, én még kibírok szállni. Aha. Döcseg az a BMW? Tízzel begurulok. Na most. Már jó. Én fogok mindjárt begurulni, hogyha... Pozitív. Jó, kollégina. Alfa 0-2-70-es úton van, három fővel. Gyertek, gyertek. Pedig direkt azért ültem, mert látom az őslakost, és nem akartam elütni. Edem 99-52, 1,1 kilométer. Nem nagyon betűnek ilyen annyira semmi, de egyébként nem is látom a kocsi, hogy sérült volna. Kicsit az elejét megpuszta, de nagy részét a gajtörő megfogta. Még ide erősítést, a lila gépjárműben található személyeket is megkérném, hogy nézzék át a ruházatukat, el van rendelve a ruházatát vizsgálásuk. Igen, tudom, intézem. Jó, hát nem tudtam megvizsgálni. Hát ott a kocka partra egy piros motoros. Hát szerintem nem sikerült. Jó, van, sikerült. Péter Krauszó, ismét rádió vagyok, és 10-10 további összegek a kollégák. Jó pihenés. Én 40 az FPS-en, nagy vérzés fog kapni. Mi kössöbből magát, kisasszony? Kérném, hogy egy kollega egy kiírást tegyen ki, hogy lezártuk a területét a banknak. Köszönöm. Péter, intézem. Mentő szolgálat értesítve lett. Egy se félre, imádok gépjárművet vezetni, meg helikoptert, és csak ez a folyamatos pislogás, meg ilyen... Mondom azt, hogy... Nekem olyan százat kéne pislognom, és ha jött a 40-et pislogok. Most nekem olyan... A vérnyomásom az olyan stabil 40 körül van. Nekem is stabil a 40. Csak nem vagy itt kéne látnom, sokkal magasabb szokott lenni a vérnyomásom. Én meg örülök neki, hogy most na, ekkora a számot látok. Talán a 102-es szükséges erősítése vonna. Ja, jó, hát igen. Te a fedélzeti szántógépen, mert... Ami az otthon van, a íróasztalunkon, az így gondot egyet, és lát magától. Júj. Júj, ja. Csak az a baj, hogy még nem esedékes, még nincsen annyi készpénz a kezembe, hogy az otthoni gépet barom! Javítani. Hogy bürántotta ölém. Értem. Időbe gódódik egy cső. Én most komoly szemműtét estemet, és ezért bassza a csőrömet, hogy nem igazán érzem, hogy annyira jó lenne, de hát ez van. Kérnék magam mellé még egy kollégát, hogy átnézzük a bank területét. Az szép volt. Ezt úgy utánom. Ha jobb lenne, hogy ez... Ülünk még a bankhoz, kérdezem el meg kollégina, legyen kedves. Nem, rendben.
Edem 9984 kérdi, szükséges-e még további erősítés a bankhoz? 10-26-os a tervet, köszönjük. 10-4. Akkor tiszta, jó van. Akkor bemegyünk a csodába, megnézhetjük a kocsit azért. Nyitom, Scott. 9984, 10-44, csutom-e, ha 10-18 céljából. 35 a vérnyomásom, ebből szarok. Nekem 13. Még rosszabb. Jó, maga legalább szép, ő meg vaksi. Hát figyeljen, hogyha tudna minuszba mérni, akkor lenne szerintem minusz 20 is. Ez csak él tartotta érdekesnek, hogy jött az a... Nem csak maga. Tudom, az a lefoglalatba vitt, hogy nem tudom. Igen. Első vezető urat kérdezem, hogy amíg beajtanak a gépjárművek a lezárást, a figyelmeztetőm is lehet... Röndörök a jó, mindent tudtunk. Első figyelmeztető, második mehet kerékre. Vannak olyan dolgok, amiket nem szeretnék tudni. Figyelmeztetőt egy. Azt mondták a kollégák, hogy 10-26 a hőszi, hogy nem kell erősítés, mm-hmm. ugye? Jó van. Mm-hmm. Ja, érdekes válasz volt. Erre egy negatív jó lett volna. Nem baj, elnézünk. Késő van. Vétel az iszit is nézzétek Orvonok. Majd át, jó? Köszönöm. Hát a klimaxonak, hogy... Ó, én kicsit ő gondolkodok főből. Intézi kollégére, amit kérhetem? Vételem. Merre tartózkodik? 0-0-as kapitányságon. 14-es. 3. Egy 10-es kéret. Jelhányom magam. Kézek a mikrolaggok. Vétel, itt Johnson Hudson főtörzs őrmester, jelenleg a 0-0-ás kapitánsága 4 darab őrmesterrel tartózkodok. Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e kolléga, aki segít az elhúzásba. Vétel, keresném, és folytas, bocsánat, maradtam. Akkor folytasd a rádiózást, légy szíves, csak nem hallottam, hogy beszélsz, mert beszéltek mellettem. Nem én voltam, a kollega jelezte a kapitánságról, hogy 4 darab őrmester kollega van, de megyünk vissza és akkor osztunk. 14-es, a kolléginát szeretném megkérni, hogy mégiscsak jöjjön ide a bankhoz, van egy hölgy, akinek a ruházatát át kéne nézni. Köszönöm. 14, gépjárművet szereltetünk és utána indulunk rögtön kolléginával. És egy embert is majd magunkhoz tudunk venni. Sullivan, a viátor azt mi értesítettük? Negatív. Szerintem mi csak mentőt értesítettünk. Ugye csak pont erre járt, aztán azt hittem, hogy ide jön. Ürültögészséget. Kollégina, indulunk ő bankhoz. Tudom, hallottam. Szépet, jót. Örök neki szépet, jót. Várják el az összes köcsögöt. Az összeset elkapjuk, de nem köcsögök, csak ő követő. Lehet, hogy a tovább. Jó, van, vannak problémák. Le kéne söpörni ott a borzsát a székről. Igen, őrizést uram, hogy elég lacisan néz ki. Nagyon szép név, csak olyan furán. Gondoltam, szólok. Hogy hogyan? Lacisan. Az milyen? Hát olyan, mint én, csak nem olyan szép. 26-os, mennyi időre? Igazából azt nem nehéz megugrani. Na. Gyakorlatilag tilosban parkolás. Figyeljük oda, kivel beszélünk, uram. Viszont hallásra. Akkor 6 órára. Na, gyerekek! Ütközött a járműbe. Csukja a sofőröket. Vé sofőr. Jó, gazdag, elfejtettem. Mindegy. Vész magad, figyeltem. Azt megkérdezem, hogy melyik oldalra? 9984 kolléginával kérdezzük, melyik oldalra érkezzünk a bankhoz. Teljesen mindegy, a lila a járműhöz kellene menni. 14. Akkor mindegy oldalra megyünk. Komolyan mondom. Tiszkentet kérnek az utolsó rádiózásról.
Kértek egy hölgyet a szanszért, nem? Igen. Ujjajjajjaj! Jó van, szép baleset lett volna. És elmegyek, hogy... Szerintem 349, 10-90. Bújjak, bocsánat, hogy el kell megint WC, kurva sokat ittam ma. Tüdüdüdüdüdü. Pitty! Elkövetőt és mindent, amit lefoglaltunk tőled, a 0-0-as kapitányságra fogjuk szállítani. Köszönöm, hogy zártam a gépjárművet, nagyon jól kell, ugye? Nagyon jó tudtad. Lehet zárni a bankcsapdást, uram? Még van egy-két jármű, ami elszállításra vár. Nem tudom becsukni az ajtót. Ezért ugye behajtott most a területre egy... Önizést, rosszul hallottam, mert nagyon hangos a... rádió. Most sem tudom, hogy mi történik. Én sem. Ha jól számok, 4 urat fogunk beszállítani a 0-0-ra. Vételi Lewis Mateo Walker Johnnak az úriembernél nem volt semmilyen okirat. Beszállítás ő is akkor? Jó, akkor menjünk. Lezárt területről behajtása vád. Veszélyeztetés. Közvagyarodálás. Én szerintem igen. Hát vizsgálta a hőügyet? Persze. Jó, a profi. Ádám 99-084, csuda mehaszereltetési célból. Igyekszem, hogy van lehetőleg hatékonyabb és lehetőleg alaposabban, lehet, hogy gyorsabban átnézni a ruházatot, úgyhogy mindenre odafigyelek. Nagyon helyes. Garejtett részekre is. Nagyon jó. Nagyon profi a kisasszony. Megkaptam az e-mailt egyébként, elolvastam, nagyon tetszett. Jut is eszembe. Már csak a rendőrjárművek vannak az úton, úgyhogy amint elhagyjuk a terület. Mi a fasz volt ez? Kikresett a fájven, bazd meg. Jeez. El se akar indulni. Hát ez nagyon jó. De most meg elindul. Hogy rohadnál meg. Állj már le. Gyorsan tőlem az abdatát. Jó. Ez szépen kikresett. Tata. Kes. Törlés. Jó Isten történik. Na srácok, hát akkor a 5M se akarta most nagyon, hogy visszalépjünk azonnal. Megnézzük most betűte.
Szia, Pirit. Hello, hello. Mi a pálya? Csak a szerve. Az képest van akció bőven, ba meg. Rendőrök jó fönt vannak. Gyerekek. Dünk. Hát stabil, tehát egy crash-em nem volt, most a 5M crash lett ki, nem a szerver. Viszont nekem az FPS-em az a béka segge alatt van. Most is, a töltőképernyő is. Lehet, hogy a netem szarakodik. A hétre menjünk a kórház. Jaj, jön a baba! Ugye? Jól emlékszem, Filit. Nem, ez nem miattatok. Szerintem a netem szarakodik. Bizu, Máté! Nem is bízom benne, hogy... Nem... Stabilabb, mint én vagyok. Jaj, de jó! Ez a 5M volt. Csak ezt az 51 FPS-t nem értem. Örült egészséget, kollégák! Örült egészséget. Nem láttok egy másik BMW-t erre menni? Kiugrattam egy 100-asé, aztán ott vagy ott, mint a szart. Röndör BMW. Nem, a Viatransot láttuk csak behozni, a forgalmi a másik. Értem, köszönöm. Jó volt, hogy ott. Ki hallgatja? Vételit Luis Mateo, a... Nagyon kemény munka volt, Máté, amit letoltatok, minden elismerés. Pozitív. Jó, legalább közel. Vétel a rasztahajó kisrácnál... Kisrác, nem kisrác. Hát... Teruhás, kék maszka. Akkor nem, akkor téves, nem szóltam. Vétel kis Áron lecsatlakozik a rádióról. Ürültögészséget. Vétel. Hagyott, kiugrottam egy százasért. Érdeklődnék az igazoltatás végrehajtó egységtől, hogy miért hajtanak végre egy igazoltatást, amikor sorakozó lett elrendelve vétel vége. Jó, sorakozó, oké. Nem az a Robi? Egyes szó, az úrban most akkor mi van? Sorakozó lett elrendelve. Akkor menjünk. Azt százados úrnak itt van a gépjárműve? Gondolom. Százados úr, gépjárműve van? Menjenek, jó. Én szerelésre várok. Hát mi is egyébként, de akkor megyünk. Igen, akkor jelentsem, hogy jönnek is itt önnek? Jön, kész, akkor menjenek. Hát visszamegyünk. Kész vagyunk? Persze. Azt a kurva, ennyire sokáig nem voltam ő. Százados. Szerintem sok mindent találtak, Máték, ami nem tetszett nekik, de csak tippelek. Az a lényeg, hogy nem volt. Viszont 6-kor följöttem, 3 óra majdnem, és egy crash nem volt Red Bee, úgyhogy az megoldódott. Ujjjjj. Csak olyanokat pislogok, hogy Jézus. A CPU-m is most jobban pörög. Várjátok, hogy megnézzünk. Remélem, kikresselünk. 10 óra 37 perc. Az kömény. Ez kell nekem. Sok szar. Rakjuk be a szoktúrkóvát, leszarom. Jó, értettük, hogy ledudáltak minket. Lehet, hogy nem nekünk szólt. Szerintem igen. Lehet, hogy egyébként fél hídon nyugodtan, mert sietünk. Olyan, hogy is szólok gyorsan menni. Azt vettem észre. 349,
Odaérünk. Odaérünk épségből. Azt megértek a szemeszegész, hogyha egyedül vezetek, akkor maga, saját magammal nem féltem, de mást igen. De akkor jó, hogy itt vagyok önne. Igen. Köszönöm, és amilyen gyorsan tudjuk, zavarjuk be a kihallgatásokat, és gyülekező. Köszönöm. Jó, figyeljük a forgalmi röndre itt a garázsba. Vétem. Sajdenről százados, 14. Nem, egy darabé nem is fogjuk. Tudtuk meg, hogy mi a köszönhet, ezért a piacra. Aha. Végtelen. Hogy állom most a felvételikkel? Úgy tudom, hogy jövő hételén fogunk felvételiztetni. 10-4. Miért? Ha olyan szeméről van szó, aki esetleg rendőr volt és szeretne az állományhoz visszakerülni, őt fel tudjuk venni, de aki... Jó erősen. Kadétként kéne, hogy felvegyünk. Ja, hát Máté, nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkátokat. Teljesen. Meg 71, még tele vagyunk rendőrautó. De már egy ideje szívtam. Most szívtam el a végét. Jó. Kihallgatás? Hát ez fasza. Ő vegyek a bőlékenységre. Egyszer megkérném a kollégákat az elfoglalatra. Váltásra köszönöm. Olyan elfoglalt vagyok, bazd meg egész nap. Ember nem volt mivel elfoglalt, mint én. Hoppá! Kicsit túlfutottam. Zászlós, keresnék egy vezérkari tisztet, léte végén. Mondta, hogy én az olyan, de kurvára nem vagyok. Megy kapitányságról? Teljesen mindegy. Mondjad, mit szeretnél. Egy olyan dologba ütköztünk, amiben sose volt még. 7 éves az egyik úriember, akitől... túróvágó eszközt és hasonló dolgokat koboztunk el, ez esetben miért rendőr uram? Kérdezzük meg, hogy tudnak-e értesíteni valakit, aki érte jön. Tehát anyukát, apukát, meg a Márt, bárkit. Füleit azt hívjuk. Én régi barátom pont mesélte a jelentkezett csépére fejlesztően. Na, tök jó, Redby. A dátum stimmel, az okiratán ugyanez a dátum szerepe. Rendben, próbáljuk meg értesíteni a szüleit. Ha valaki érkezik, akkor viszont ki kell vele fizetni a bírságot. Véte, itt Louis Mateo. Ha jól tudom, aki a földön feküdt a levélig a keresztapja. Volt, azt mondta nekem a ruházat elvizsgáláskor. Jó, rendben van, de őt nem tudjuk értesíteni, ezért mondtam, hogy szülő, nagyszülő. Szerusz, komám uram! Írhat töködösöm most az önből a baszó válaszolni. Na, mondtam, hogy majd megbeszéljük. Jó, sorakozó után tudunk beszélni 10 percet? Persze. Jó, akkor sorakozó után. Az irodába téged is. Tessék? És téged is várlak az irodába, fönt. Nem tudom, melyik az irodád. Hát a másodikon. Vagy elsőn, vagy a tökem se tudja most így héten. A kapitányság vezetői. Aha. Ó, biztos. Ez a főcét, akkor megyek a következőre. Mindjárt ott vagyok. Itt étterem fölötti szint, ahol... Na, az aula fölötti szint. Oké, megyek. Mi volt ez? Kicsit belaggultam. Várjál, backfix-et. Itt kerestem a töngörnél. Ez az a szint vajon? Már jól lehet tudni, hogy hova az irodája. Hangokat hallok, de ömböröket nem látok. Tehát ez az kihallgatóban volt. Hol a fölötti szintben az van. Én kurva nem látok itt senkit. Akkor ez a kapitánysebb az meg. GPS kéne, hogy eltaláljon az ember A-ból B-be. És te, Redby, te nagyon szerettél volna, hogy hívják lenni admin, az már... Elmúlt? Ez a mi van? Jó, ez se az. Akkor még egy a főjebb szerintem. Gondolom ez az aula. Nevezett valami otthonok ilyen szarok. Várjunk. De nem voltam, itt mi van?
ez az. Ürődögészséget. Három napot, hanem abból szépen egy ilyen pár darabokat. Így van. Legyen benne erőléti, stb. Hadd fussanak. Azt akartam volna mindenféleképpen. John, nálunk mi is volt annak idején? A vizsgán? Hiszem 5 különböző dolgot igen, kellett. Speciális igen. Esetek voltunk, mert mi ketten csináltunk egyet. Igen, alapból mind a ketten megírtuk a vizsgaanyagot, aztán össze kellett fűzni és úgy vizsgáztatunk. Adminnak! Kukac adminnak? Nem. Még maradjanak. Nem kell még galőnödzek. Na baj, nem jó, de még nem egészen. Megromlott, vagy mi? Jó van, kérhetök egy tényvilágosítás, mi történik ittön? Na mindjárt beszélünk, vagyok. Jó, tálunk magunkért egyelőre. Na Leo, akkor jó pihenést. Kezd el akkor dolgozni rajta. Rendben, elkezdek rajta dolgozni. Jó, szeretném, köszönöm. Szeretném, meg kéne Bottyán János, hogy legyen elfoglalt. Jó, rendben vagyok. Akkor további jó szolgáltat. Örültök és réged. Nem mondta, hogy lehet úgy, hogy inkább maradtam jól. Te is Sullivan. De én mondtam, hogy elfoglalt. Jó, akkor én vagyok a süket, bocsánat. Kollégák, szeretnék megkérni még egyszer mindenkit, hogy nézzen rá a bolyára, hogy elfoglaltak, köszönöm. Na, intézzük, amit kell, aztán így van. Menjünk be. Na, srácok, ugye tudjátok, nekem kéne egy ember, aki segít nekem. Uh-huh. És ugye ezt már beszéltem a Tomó. Miben? Uh-huh. Hát mindenben is. Ne. Arra itt vagyok én is amúgy. Igen, te mindenben te is segítsz. A 0-0-ra kéne egy. Azt mondtad, hogy mindenben is, tehát. Hát de igen, én úgy értettem. Úgy. Nem dolgozni, hanem úgy. Ők dolgozni, ők dolgozni a kolléga urat. Nem dolgozni. Ja, abban nem kell. Ja, jó. 99-073. És én Tomorra gondoltam, hogy kéne nekem egy vezérőrnek. Kiadva egy lila... Támogatom. Támogatom, támogatom. Csapó végzi a dolgot, úgyhogy gondoltam még. Én magam is éjfogadnám az 51-es körzetbe, ha majd egyszer nem azért kettő úszét, de még mindig egy egységünk kint van a főpubliknál. A szolgálatot teljesít. Lehet, hogy a fülénű vagy a rádiója. Na behívom Tomot. 073-as. Csodálatos. Jól látom telefonom, akkor 99-ösök. Meg 0-0-as, vegyes egység. Vegyes egység? Ó, igaza van. Ezért jön a vezérőr nagy. Jobb a szöbő mindököm. De be volt, csak dolgom nem, volt. Ne jelentkezz. Mi? Dolga volt. Beszalás. Köszönöm. Beszalás, dolga volt. Jó érv, Röncör. Kommunikációban erősek vagyunk. Igen, igen, azt tudja, jó, tud. Tomo. Skywalker. Jó, közepérre légy szíves. Állj ide. Várj, nem hoztam gumibotot. És hozzá. Adjam kölcsön, uram. Nem kell. Nekem jó a sokkoló. Kölcsön adom. Hova? Na, szóval. Ezzel? Emlékszel erre, Sullivan? Ó, de úgy nem emlékezik, olyan tockos kapta, ott maradtam. Kellett hozzám mentő. Én megengedem, de figyelmeztetem önöket, hogy az asszony az harcias tud lenni. Nem fogja megtudni soha! Ölássuk! Ó, kiszimatolja! De úgy szimatolja, úgy is küldött nekem EB-t, akar ő tolgokat. Megbeszélem vele. Akkor üssük! Na, Tomo. Figyelj. Figyelsz? Erősen figyelsz? Nagyon figyeljél. Én nagyon figyelek, uram. Nagyon szükségem van egy ember, aki tud nekem segíteni. Mi van? Bizonyos dolgokban. Bizonyos dolgokban, rendőrnek. Nem olyan dolgokban. Gyere, Máté, gyere! 51-eshez. Imádnád, botorozná, karaktereddel megbotoroz, bemenne a fődbe. Hogy elfogadnál egy vezérőrnagyi kinevezést? Jó gondolt, bög. Jó gondolt, meg akkor... Dömné ütünk. Ki vagy ugva? Igen, né, meg tapsolunk. Amennyiben úgy gondolják, hogy én vagyok erre ezek szerint a legalkalmasabb. Szívesen csak. Tomó, őről tudod, mit szoktak mondani? Nem azt veszünk fel, aki a legalkalmasabb, hanem aki éppen ráér. Jaj, értem. Akkor én mindig ráérek, akkor természetesen segítünk. John, itt a fő felső félben van egy új felvárra. Ó, Jézusom. Gyere! Van, zekkora sav. Kurva nagy lesz. Próbáltam előre dolni itt a kollégához, de... Ide. Igen. Nem jött be. Ide fölteszem azt az új felvarrót. Gyere, légy szíves ide, Tomó. Tépjen le rólad, ami rajtad van. Körülnézek, megy a fizetésről, vagy hogy egy embert kinevezzük, ez csodálatos teljesítmény és efficient. De egyébként ez szép dolog. Ő nagy búvözér, ő nagy. Közelebb a... Ja, Mary Bowman.
ott van a felvarró, de nyomtató mögött. Majd... Várj egy kicsit velem még, jó? Olyan drogföldet... Ja, ott voltatok, akkor nem mesélek semmit. Büszkélkedni akartam, milyen drogföldet találtam. Az autó... Nagyon ügyes a vezérőr nagy. Meg is mutatta nekünk, nem irigy. Olyan... A hölgy nagyon durván csiripelt amúgy. Nagyon durva információ. De ezek, ugye, ami a... Kocsiba volt, kocsidba volt benne, azt ugye nem használtad a hölgyet. Mi volt a kocsimban? Adásul taps. Köszönöm szépen a bizalmat. Gratulálunk. Na, vége a jó szolgálati éveknek, most jönnek a pokol. Ügyi. Pontosan. Örült eszembe. Van nálam 10 kiló marihuana, az hova tögyöm? Erről kurvára nem válsz, hogy senki rádiót. Raktárban. Akkor én átadnám egy 0-0-ás kollégának, mert kurvára nem férek hozzá a raktárhoz. Hát csak annyi, hogy na Tomó, első feladatod. Tomó, tessék, kapsz tőlem egy kis füvet. 10 kilót. Még ne rádiózz be, először sorakozott szeretnénk majd kérni. Sorakozott, várjam. De... Hát én nem látom. Szeretném meg. Tessék, használd ögészséget. Akkor mondd, hogy rakd a raktárba. Igen, nem. Tomó, elég nekem a dohány. Igen. Hú, ez jó lenne. Mordorban. Hú, egy igazoltatás Máté karakterével. Jó napot! Most még kisebbségbe kerültünk. Most tegyük össze, és várjuk az édesapja. Kisebbségbe? Milyen kisebbségbe? Jézus. Tudjátok róla, egy újabb nyomozás indult pár dolgok ellen, aztán majd tájékoztatlak, ha úgy van titeket majd a jelentésekben. Köszönjük szépen, azt hittem Tomó ellen, és akkor most így bejelented előtte szép teljesítmény lenne. Ja, amúgy panasz jött Tomóra, igen. De akkor rúgjuk ki! Végre, elértem ezt. Na, hogy látom valaki kocsit most? Igen, hangos. Az enyémet le kéne. Hát... Nem akartam szólni vezérőr nagy uram, de ide jön önne. Hát tudja, ki sokat melózik. Így van. Csak a bukka. Mikor kéne? Valamikor kéne egy kiképzés, mert szörnyű volt pár dolog. Érzi vezérőr nagy uram? Hát nem érzem. Hát... Nagyon durván érzem. Zek. Nekem az fölvételi eljárás is tetszett, amit Tomóval szörvöztük, aztán össze-vissza pattogtunk két őrs között. Hattam, én amit most jelen pillanatban egyedül érzek, az Jóskának a bakancsa. Most már papírozzak én? Bakancsom. Papírozhatsz is majd, jaj, de jól vagy. Vagy csizmad, vagy mi a jó istenet vannak. Lassan lemehetünk, a kollégák majd érkeznek, csak még valami kis srácot adják el a szüleinek. Én most elmegyek röhögni, önnézést kérek. Jó. Széttérség. Mondjad. Előre mész majd, semmi. Hogy jövünk. Hova megy? Prezentálni jöttök? Aha. Persze. Hova, oh, tudjátok mit kéne majd tartani? Megint. Na. Sokan vagyunk. Kód 11. Készen. Az is. Kód 0, meg ilyen. Vége lenne mindennek. Miért aggolok ennyire? Majd utána. Majd utána. Várjatok már. Jaj. Aj, nem ő találta a szint. Menj már vissza, te szar! Tudtam, hogy Scott szervezik. Majd igen, három ember. Kollégek, vigyázz! Vezérkar érkezik! Jobbró! Tisztelög! Anyádat, azt... Köszönjük vezérőr nagy a hangulat megteremtését ebben a fokozott állapotban. Erőt, egészséget. Álljunk már mi is sorba, kollégák. Hát most ez... Erőt, egészséget. Ó, Istenem. Ne akarom mondani, de kijött biciklivel. Pihenj. Pihenj! Sor végén is lehet hallani? Pozitív. Igen, vagy nem? Ennyi vagyunk. Nagyon csak. Jó. Na Tomó, gyere ide, légy szíves. Jó. Mivel szükségem van segítségre, ezért Tomót kineveztük vezérőrnagynak, kapitányságvezető helyettesnek. Ő fogja ellátni ezt a feladatot és segíteni nekem, illetve Skywalkernek a 0-0-ás vezetésében. Egy hatalmas tapsot neki. Tapsot. Itt halott,
Kicsit. Igen. Gratulálunk, vezérőr rang! Vezető, helyettes úr, ez kicsit máshogy hang. Tisztelek. Apádat szívassad, bazd meg. Ó, már beállt a kezem. Nagyon jó. Jó, ez volt az első kör. Első kör, második kör. Szolgált Panesnak. Na, nagy a csend. Ki volt eddig? Nem tisztizált amúgy? Valaki tisztizált? Én voltam ennyi. Ennyi korozom volt? Mondjad! Akkor most megkapja Sheldon. Hú, de boldog. Rendben, uram. Hú, ilyen sokan vagyunk. Elmondod a sorakozónak is tiszteletet, jó? Igen, ja, azt mondta, hogy rendben van. Kérnetek egy kis szót amúgy? Igen. Van, persze. Nem jó, ha holnap is ilyen szép létszámmal vagyunk, akkor valamit tervezünk az állománynak, nem? Meg szeretném kérdezni az állományt, hogy gymezni van nagyobb kedvük, vagy tartsuk valami kiképzésszerűséget. Ez a két póz. Scott, hangosabban! BBO-s kiképzés kéne tartanunk. Már egy ideje szó van róla, nem? Jó, akkor holnap BBO-s kiképzés, jó? Állomány vezérkar. Megfelel önöknek is? Persze, hogy... Hány órakor legyen? 9? Mert vagy a vezérkarba az meg, mint a... Úgy kell intéznünk, hogy nekünk 10 órakor dolgunk van. Nekünk, bal meg tényleg. Úgyhogy ezt a késő. Jó a 9-től, mert az egy óra hosszal. Ja, hát egy óra alatt lezavarjuk, aztán kész. Igen. Lezavarjuk. Kirúgnak mindenkit, csak mondom. Nem. Aki nem megy át a vizsgán, úgy értem. Csörög a telefonom, 10-10. Nézd meg. Szek egy pillanatot tudsz. Aha, persze. Jó, kollégák, akkor itt lesz holnap. Elviszünk akkor kiképzésre. Holnap. De értesítjük önöket e-mailbe. Jó, csak amíg nincsenek kiosztva. Gyertek. Fasz történik. Hozzak ki az egységeket, Sheldon. 10-4-es. Maradjatok a rendben. Mondjuk. Én nem értem, hogy fiket. Rendben, akkor kérném önöket, hogy akkor válasszanak egy kadétet maguk mellé. Egyet-egyet. Köszönöm. Jó van. Illetve nekem még Horváth Illával kell járőröznöm bizonyos okokból. Kadét úr, jöjjön velem. Rendben, uram. Köszönöm. Az orromra kötő, hogy miért? Vagy... Nem, nem még... feltétlen szükséges. Ezt most még nem köthetem az orrára. Rendben. Lilla, akkor megkérném, hogy akkor álljon a kollega mögé. Jó, köszönöm. Köszönöm. Jó. Csak oké, okay, törvöstőrő vagy maga, vagy kell elmegyünk. Nem. Egy örvöstör, egy törzsörvöstör. Lilla, mögé már jó. Értem, értem. Jó, hát akkor nem tudom. Maga arra bízom szolgál a parancsok uram, válaszik nekem. Válaszol egy urat. Mondjuk a telefonost. Jó, hát kérem, akkor lépjen előre a barna hajú úriember. Hall engem? Vigán, az nagy, és a fia a legjobb. Vigán, igazad van. Különleges vagyok! Speciális! Speciális! Jó, megkérdik mindenkit, aki jelenleg kadét, illetve örmester, lépjen előre. Jó. Dani, megkérlek, hogy akkor válasz egy... Örmester. Viszont tovább áron. Rendben, álljatok akkor légy szíves mögém. Hol lett a vezérkarunk? Fury. Zászlós, megkérném, hogy akkor ön is válasszon egyet. Már is. Nézzük, gondos állom. Igen. Én viszem Scottot. Hát őt én akartam, de... Hát így jártam. Jöjjön. Hol lök. Szóval jöjjön Scott. Yeah. Jó, és akkor maradtok ti ketten, akkor én viszem be a Zoltánt, jó? Jut az MB őrmester uram! Hova jó Isten beraktál a tahóma? Amit hagyott a fődeket? Sheldon, majd gyere be, légy szíves. Nem én raktam el, uram. Engem egy kollega elvitt a 99-es körzetbe. Hát akkor hova az Istenbe rakta a kő, mert hogy nem tudom, hova helyzetünk. Megkérem minden járőrettséget. Hát ez nagyon jó kérdés. Az alak
alacsonyabb rangban lévő kollega legyen a rádiós, illetve bárki igazoltat jelenteni köteles, és a közeljeiben lévő egy egység körözön az igazoltatás idejére a környéken. Jó? Megszaporodott így is az ellenünk lévő támadás, védjük valahogy ki, jó? Köszönöm! Jó szolgálatot mindenkinek! Tisztelt, köszönjük! Szeretnénk megkérni minden kollégát, hogy a járőrt azért vegyük fel, jó? Rendben, kolléga, vegyük fel a járőrt, ma fog rádiózni, üljön belőle, egy pillanat türelmet kérek, beszélek a altábor a gyura, ha megtalálom. Illetve minden egységtől 10 percenként kérnék szépen egy 10-11-et, jó? Köszönöm szépen! Na, hogy a faszom legyen a sírbajlesztő kötelet, kúzzön! Elhallgatlak. Azt mondtam, hogy beszélni akarok veled, erre elmész a picsába. Két eldőjsz már, légy szíves, jó? 14-es. Hallasz? Te hallasz? Hallak, csak rádióztak ezek, mint az állat. Nem is. Mondom, beszélni akarok veled? Ja, beszélünk. De mi az a mindjárt, mert azt mondtad, hogy amit végem a beszéljük, erre elmeti a picsába. Nem tudom megoldani, mit akarok mondani. Jó kis gyakorlat most. Jó. 99. Na mindegy, szóljál, hogyha ráérsz. Tolok, szólok. De ne felejtsd el, mert megkeresnek, azt mögvörlök. Én nem felejtek el semmit. Olyan az agyad, mint a szita. Hát, vidéken ez jutott. Nem is tudom, te miért vagy nyomozati osztály. Na mindegy, elengedte a tévet, indultuk járőrözni, szólsz, hogyha ráérsz. Szevasz, altábor nagy uram. Jó van, menjünk. Üljön be, kolléga. Megjelszem és formájába is tudottam. Viszont most te teszlek, mert ön van szennyi vezetek. Így van. Nekem délelőtt jó lenne. Én most megfélem a falat. Mi a fasz? Akár reggel. Apu, ne hassa. Amikor te éppen ráérsz. Ezt most sem értem. Ja, az apu, hogyha kollégina mögtönné, hogy magánéletet szolgáltunk kívültőt. Oké. Majd SMS-ben megbeszéljük, jó? Na, hello. Köszönöm. Én már járőrbe raktam. Igen, jó van. Igazán tiszti. Az őrmesternek mondom, hogy a Dandártábor úrnak jelvészáma a legnagyobb a gépjárműben. 84, segítek, csak most mi ezzel az ajtó akarunk kimenni? Azt mondták, hogy ez jó. Látom. Csak nem örök, köszönöm. Szerintem átvágták magát. Jó van. Nem, csak Tomó mondta. Kadét úr, közjön meg a rádiózást. Edem 99. Alfa. Edem. Dandártábornok Alfa. Nem. A Dandártábornok Edem. Nem. Nem, Dandártábornok mondta, hogy nem. Igen. Így van. Nem vagyok vezérkar. Az vezérőr nagy, meg altábor nagy. Az vezérőr nagy, tól Alfa. A régen nem így volt, csak az. Tehát Edem 99, 99. Wow, akkor elszívok egy cigit, addig elrőrözzenek. We'll be right back.
Igen, de ettől függetlenül két kapitányság van a városban. Na jó, izgultunk, mert itt jött egy... Valóban, hogy beletettem a kódba. Hogyha jelk egy ilyen faszkalap... A kód elejében ezért nem... Ezt? Nem akartam a végébe is, nem furcsán jött volna ki. Meg ugye én még annó egy kapitánysághoz szoktam, hogy... Jó, az annó volt, most meg most van. Hát igen. A régi szokásokat nehéz. Nem valóban rádiót. Minden egységtől egy 10-11-et köszönöm. 10-11. Most az előbb jelentettünk, ha jól emlékszem. Vételítedem. 0-0-0-26. 10-20-00 és kapitányság. Vezérkari irodában tartózkodom jelen pillanatban. A erőtesen bár engem jelen pillanatban. 14-es. A kolléga, itt kirakom. Köszönöm. Akkor megelőrülök. Mit itt, Adam 0086-re sem tudom. Jó bejönést! Köszönöm. Hallgatom. Engedélyt kapunk kimenni Paletó B-be? Úgy látom, a régi röndőrök ez az a probléma, hogy folyamatosan régi dolgokat akarják csinálni. Gyövörni a fejükből. Na, a nolás kapitánságra megyünk, uram. Igen, uram. Eladta? Asszonyom. Mindegy, értette az a lényeg. Adam, 99-84-10-19 a nolás kapitánságra. Indulhatunk, és azt, hogy foglalja egy kicsit magát, mindjárt jövök, az önügyéről beszélök. Adam Leitermester, 10-10. 14-es, járőrtársa, maradt szolgálatban? 10-4. Vételkeresném Sullivan Davidot. Ételen. Merre vagy? Az irodában. Jó, figyelj, mindjárt érkezek, jó? Jó. Jó, azért Gugóni nem közel a tábornagy előtt. Nem. Öled meg ezt a jó embert. Most szomorú. Én. Kirúgtam. Kit rúgtál ki? Vétel, itt Adam 00343. Te hogy rúgtad ki? Azért biztos voltam, hogy előléptetted be, már térdelt előtted. Jó, hogy ide jött a háromosztály vezető, mert így altábor nagy úr ellen. Na tessék, olyan kemény kezelésből részesítetted, hogy kisdőlt a fáradtságtól. Nem kéne így összeösni, mint a rohadtnál. Sokat segíteni a helyzetén. Az asztalom egy kis zsepi. Jó, törögessék meg a szájukat, nem tudom kikinek, de azért nem szedték ilyet látni háromosztály vezetőként. Aj, Istenem, Jóska gyerek. Na jó, Jóska, azt én vagyok. Na, Dávidka, beszélünk. Megkértem a kolléga úrat, kicsit négyszem közt hagyj engem a kuzin. Akarom, hogy hatában a gyógyban. Ad pénzt nekem. Ja, pénzt. Adjon pénzt. Leadtam a pénzt Tomónak. Akkor jó, akkor majd Tomóin. Jó, én megadok neked kanabisz magot. Ez is nálam maradt. Igen, még nekem is el kell vennem lerakni a raktárba a tárgyakat. Oh. A Tebor nagy úr, akarom kérdezni, ez a teszt direkt volt ilyen szarul megtörvözve, vagy totál random fasság volt? Már hogy érted? Ennyire szar tesztep, értem, mert nem láttam szerintem, akinek két tőni több agysétje volt, mindenki tudta, hogy miről van szó. A rádiózás kritikán aluli volt, a vezérkar részéről, illetve, fú, én megmondom őszintén, a kocsi hátsó ülésén éppen agyvérzést kaptam. Mi is? Nem tudom, ki találta ki, de legközelebb azért próbálja meg egy kicsit megjátszani, hogy komoly az eset, és nem csak szórakoznak, mert nem volt teljesen valid, pedig mindenki sétlenül az állat. Azért nem szóltunk is szót se.
Jó. Előbb ki kellett volna menni egy egységnek rádiózni, mert minden eljátszai történik valami. 3-43, azért vagyunk, azért próbáljuk ezeket csinálni, hogy... Én ezt értem, de ezt lehet jól is, nem kell feltétlenül szarul. Ha bármi olyan van, akkor azonnal rádiózás. Lehet így is. Egy kérdésem van még. A vizsga még előtte már, ugye? Csináltál akadémiát, nem? Jó párat. Igen. Ja, jó, oké. Nem. Akkor nem szóltam. Helyes. Akkor viszont beléphetek? Igen. Rendben. Hát miért kell élőképes pincőnyíték, Tony? Még igen, ki is kell a gépjárműből pakolnom. Jó. A őrmesteredet fog be nyugodtan. Fog be a száját, azt ő is örüljön. Na, Pidyuka. Figyelek. Hol hát lila mökkörösöt, és írt egy nagyon szép és professzionális e-mailt. Hogy majd Dominikot. Jó van. Megkapcsolódok a rádióra, mert agyvérzést kapok. Merre tartózkodik? Na szóval írt egy professzionális e-mailt, amiben elmondta, hogy ő szerinte nagyon jól tudná támogatni a hárosztály működését, amit 100%-osan támogatok, csak ő még törzsőrmester. Egyébként nagyon jó rádiózok, nagyon jó vele együtt dolgozni, és én az előléptetését is javaslom, de a hárosztályban mindenféleképpen fővenni. Leginkább azért, mert nem árt a női jelenlét, hogy bevonzunk nőket, mondjuk fölvételiztetésnél, meg dolgok, hogy legyen az állománynak, hogy mondjam, a szegregációja sokkal kisebb legyen, és ne tűnjünk kirekesztő himsovinista szaroknak. Én ezt támogatom, viszont kicsit inaktív volt, nem nagyon volt még szolgálatban. Ki? Ilyen kéteket kihagyott. Kicsoda? Lilla. Ó, ezt megbeszélem vele, hogy arról van szó, nem fog kiadni két hötöket, vagy megfelelően jelzi, hogyha elfoglaltság. Megfelelően jelezte, csak szerintem jövőtel már elkezdjük a alacsonyabb rendfokozatokat is szerintem följebb húzni. Jó, én azt mondtam, hogy három osztályba szeretném igazából a rendfokozatot, csak javasoltam, mert két nap is járőröztem vele, és őszintén szóval az állomány 70%-ánál jobban teljesít. Jó, hát tudsz írni erről léptetési javaslatot. Fogok is írni a léptetési javaslatot, csak ezt öveled akartam megbeszélni, mert a tömböröd. Én támogattam. Jó van. Akkor ezt elintézzük. A HR-be meg akkor majd berántod, ahogy jónak látod. Én azt mondom, hogy kellene a női erő, hogy bevonzunk nőket, és mondom, szegregáltságunk ne legyen ekkora nagy. A másik altábor nagy urat is megkérdezem, hogy szándékos volt-e az, hogy egy ilyen komoly akciót ilyen szarul tervezünk meg tesz céljából, vagy pedig ez csak a véletlen műve volt. Én a közelben nem voltam, az feltűnt? Igen, de kurva nem tudom, mi történt, de nem értettem az egészet. Ez egy ilyen random Sunny történet volt. Volt Zack és Skywalker. Értem. Csak mondjuk, akkor viszont lebaszom, lebaszlak titeket, és nem rá. Volna megtervezni. Mondjuk úgy csinál, mint hogyha röndőrök lennénk, és normális dolog történik. Mondjuk kurvára rádióztak, hogy elmentek valahova, amivel megszöktétek az összes szolgálati parancsot, amit nem tudom, milyen alapon csináltok. Skywalker rádiózott. Nem rádiózott. Kurvára nem rádiózott, és mindenki azt mondta, hogy nem volt rádió, mi a fasz keresnek ott kint rádiózás nélkül. Azt se tudtuk, ki van kint, és kiküldte a gombot. Mondjuk abban igaza van. Innentől kezdve mindenki tudta, hogy kurva teszt van. Ki a franc volt ott kint. Szóval értettük a tesztet, csak mindenki azt mondta, hogy úgyis teszt. Aztán főfutottunk egy hegyre, mert senkit nem találtunk ott. Aztán mondom, hogy a pofámon csúsztam egy darabig, és fáj, amiért külön tűnöskodjuk. De ha mondanám, akkor nagyon mérgős lennék. Akkor az itt, nem most már látom, mi ez a kis zsepp nyugodtan vagy az asztalat. Nem kő, kömény arcodat. Vagyok. Emlékszem, amikor azt játszottuk, hogy a traktorra vontattuk magunkat, a fürdőn ki a köményet. Mindig én győrtöm. Intézem el, amit szeretnék, aztán mehetünk tovább. Jó, vagy elintéztem. Jó. John? Na, én megvinnék egy kis pénzt a kapitányságra. Ja, hogy ez így megy. Én is vinnék egy kis pénzt. Hová? Melyik kapitányságra? Mert én 99-re viszem, igen. Jó, na viccel is lehet, bár milyen komoly lett az altábor nagyúr. Inkább elmegyek sírni a sarokba. 20-at. Itt szoborkodok. Kelljen hetente idejön. Kollega meg lehúgyozza ott a... De én szoborkodtam, nem húgyozom, nem vagyok ekkora paraszt. Mindig beállítottok paraszt. Inkább iszom, de nem meglátszik. Na, hajrá. Szóval a kollégai volt is a könnyek kerítek egy szondát. Jó, ahhoz a csepp. A fiókodban van. Van. Oké. Okay. Kiveszek onnan egy szondát. Átadom a kollégának, szépen átnyújtom, tessék. És akkor kell kérnem, hogy fújja átveszem. De hogyha az a szonda elszíneződik.
Hát látod, hogy nem színeződött ő. Aha. Megváltozott itt mindent, jó van. Te egy fejhagymát csak az, ja? Mi a hagymát? Mi a hagymát? Azért, mert vidéki vagyok, rögtön hagymát szörötöm? Jó van ám. Persze. Kirekesztünk, szarok. Akkor szomorkodok itt, de mindig van valami. Hát érdelés, igen. Átolvosod az összes anyagot. Jöjjes konferré van itt a tábornagy uramnak. Tudom. Uzsonnám van benne. Kódoltam. Mit keres itt Nikolzon? Ma akar velem beszélni. Hello. Nikolzon? Van. Hogy intézem az előléptetési dolgokat? Kompetens. Oké. Horváth Lilla keresi szolgálatparancsnokot. Péteren, hallgatom. Engedélyt kérlek a... Lululás kapitánysággal lévő lőtérnek a használatára. Járőrtársával van? Járőrtársa most végzett a tábornagy úrnál. Megkapja az engedélyt. Köszönöm. Péter, Talpa. Valóla 349, 1020, nagy daktár 1026-os vétevége. Örült egészséget. Örült egészséget. Elnézést. Stában valahogy maga itt ürit. Romeo. Nem uram, az csak egy. Úgy tűrik. 21.30. Maga nem adta le a szolgálat. De uram, David Nicholson. Vezérőr nagy óra várok, ugyanis civil tevékenységbe szeretnénk valamit. Jó, az az úr, tehát... Persze, amit gondolnak, fönt van most be szépen Dávidkával. Igen, igen. Lila meg levezeti a dühét pár lőtábla, úgyhogy megkeresem és lenyugtatom. Erre van a lőtér. Csókolom! Nem kell dühösnek lenni. Jó, csak azt gondolom, azt mondom, de dühös vagyok, valamra. Ő mit csinált? Mondja már. Magán dolog nem szolgálatra tartozik. Ja, értem. Jó, van. Hát akkor mondja az, hogy magán dolog. De legyen magára dühös. Tudja, örültök és ért. Tudja, rendőrök vagyunk, ölássuk bárkit. Akarom mondani. Egyterem 87, 10-19, 0-0. Csak ő, én karakterem az egyetlen, aki csinált magának a ruhát. Egy kicsit jó esett. Gondolom, hallottam, hogy ki bumbált azokat az ólomlövedékeket. Nem lennék a helyébe, aki főhúzta magát. Nem főhúzott, csak munkás vagyok inkább rá. Értem, hát jó van. Dölögyöm, ezt a tanácsot tudom most adni. Fölösleges. Aki hülye, hát az főhúzza magát. Na, akkor ezt mondja meg a... Javaslom, vegyen egy Csudapest körüli repülőutat, mert nagyon csúnya dolgokat látok a szememből. Köszönöm. Igen, valószínűleg így lesz. Jó van, vezérőr a gyúr, meg majd biztos kárpótolja magácskát. Ezért mondtam, kurvára nem jó, hogyha... Hát ez kurva érdekes. Nem,
nem az van a bajom, hogy egy helyen szolgálunk, nekem nem az van a problémám. Senki sem lehet annyira elfoglalt, hogy nem megy. Hát ő elfoglalt önből. Én elfoglaltam össz, tehát ezt bökön látni. Bökön találni az időt, ki kell jelölni a héten legalább egy vagy két napban. Hoppá, egy vagy két. Jó, hát ezt maga tudja közölni, munkamániás tökön kell ragadni, azt kell mondani, hogy Eden, figyelj! Vétel, Eden, 00343, Facebook 1020, 1026. Na szóval, tökön kell ragadni, és... 99084, 1098. Faszad, 1098? Minden rendben, hát akkor nem beszélek. Olyan félbe szakít valaki. Tudom, miértem, én... Mire akar kiukadni? Azt mondja, szombat a világunk. Kész, pont! A jobbra, balra! Rádion? Sullivan Davidet kerestem, uram. Csak én túlságosan leragaszkodom én ehhez a bolond idiótához. Meg nagyon imádom, meg szeretem. Sem akarom elveszíteni. Értem. Nem akarás, mindig nyugis a végő. Tökön beszélsz ilyen dolgokat, ha ilyen miatt veszíti, akkor meg... A ragaszkodás az nem egészséges, de egyébként szerintem ő is be fogja látni, hogy épp. Raktárrablás, indulunk. F3-as indulunk. Fogadjál, kérem. Vétel, megkérnék minden szabad egységet, hogy fáradjunk el a raktárrablásra most. Köszönöm. Edem, Vétel. Edem, 0343. 1044. Ilyenkor rövidítsük egy igennel, köszönöm. Jó, akkor nem mondom. Adam 00861044. Odaérő képcsébe vagy. Utána már nincs senki, jelenleg egy lila neonos Subaru-t üldözünk ki az olajfúróhoz, és egy kamacsú menekült el a gym felé. Kollégák, a múltkoriból kiindulva a... A raktár környékén maradjunk, mert egy belkövető bent volt. Bízégy. Követi az üldözést egy sárga kamar... Elhozok egy Porsche-t. Na. Az Audi induljon erősítésnek. Jó, Scott, gyere velem. BTT Dem 00026-1044 indul. Az felszerelés? Vétel. Általában, hogy beragadt a rádiója. Szerintem is. Itt Edem 00341340 eztünk. Raktáron a Szömböri parkolóban áll egy fehér sportgépjármű. Megnézzük. Érkezünk, átnézzük a raktár területét. A raktár 1026, a belsőt átnéztük. Edem 73-as, még mindig üldöz egy lila neonos Subaru. Vétel itt a szolgálat parancsnok, kérnék folyamatosan rádiózást, becsatlakozunk. A Subaru jelenleg a STKS híd mellett halad el, város felé a helikopter leszálló. Na jó, akkor faszom fog itt rádiózgatni. 14. Az őrmesterem átveszi a rádiózást, beleszól, hogyha rontana. Most akkor hova kell menni, mert... Nem tudom, elveszettem már én is falat, de közökutat egysem már meg. Jó, van, mögöltöm. Isten, miért itt a parra? Nem rosszban mondtam. Jó, van. Volt egy-két kellemetlen tapasztalatom. Benzinkútnál lévő egység állítson fel egy utakat egy... Edem 73, ha. Továbbra is. Azok itt vagyunk a... Gondolom, mi vagyunk. Kikötő mellett. Tovább haladunk a maszkos felé. Nem csak vagyunk a benzinkútnál, meg attól függ, hogy melyik benzinkútnál... Itt Edem 99052, itt vagyunk a... Arra halad az üldözés, majd te tart tovább a CNN felé. Az egyik járőrejtség, a másik járőrejtség meg a nagy publik fele halad, főfele az autópályán, a nyugati útra rá. Jó, ám te jelsz.
neked. De többen szétváltak, és nem bírom követni, hogy melyik... melyiken többen vannak, az a pörszételem irányába halad, a maszkbolt fele hátul mennek. Megállt a jármű? Pozitív, 10-any mellett. Melyik jármű állt meg? Itt a helyszín. Oké. Melyik a kotobóhoz? Jelölve a pozíció. Köszönöm. Kapcsoljuk ki. Adam 99084 indul a helyszínre. Én nem láttam a jelölést. Hát, kollégák! Dologra, bilincs! Most? Nem kell több egység a helyszínre. Most jó. Az meg. Itt Adam 003-43, 10-45. Passzom az egészben, akkor nem megyünk oda. Assza meg, olyan, mintha nem tankoltunk volna. Már kiszállt a kettőről. Igen. Jóska akkor is tankó. Ha Jóska azt hitte erről a majomról, hogy akkor is tankó, hogyha kilép. Nem gondolt, hogy figyelik erre. Mexikói mindenét. De gondolj, akkor én fedezem a benzinköltség egy részét. Na ez robban. Itt balra? Na, nálam nem történt semmi, csak hangot hallottam. Én annyit láttam, mint hogyha a levegőből lezavadt volna egy autó, és robbant volna a tetén. Jó, gyors megtankolunk. Szolicit hajlom volna, akkor sok. De hogy állsz majd a BMW-nek? Ne, amúgy nagyon sokan vannak az erősítés kés, úgyhogy igazából nem értem. Jézusom, se nem fogom érni. Akinek nincs dolga a helyszínen, köszönöm a gyors reagálást, mehet meg vissza járőrözni, köszönöm. Itt egy Tornó Nikolai őrmester, hárman itt vagyunk a 00-as kapitányságon őrmesterek. Csatlakozhatnánk valahova? Ügyük az egyiket. Ha gondolj. Pillanat és gyorsan összerakom magamba, hogy hova üljenek be. Jó, köszönöm. Nem az szóval. Én sem ragaszkodok hozzájuk annyira. Szeretem őket, mert mindent, de be az én a. Vétel, itt Adam 00343, 10-19 00-as kapitányság. Kolléga 10-15 nekem lenne egy ember, akit majd szeretik alaposabban megfigyelni. Pozitív, kérem tegye meg, köszönöm. Kicsoda. És vele egy járőrpárost alkotni, Riley Collins szermesteren. Ő ki? A 0-0-3 megvenk. Nullás kapitányságon van, mint őrmester. Kadét őrmester? Nem kadét. Nem együtt kezdte az akadémiát. És mi szeretne vele járőrpárba lenni? Kíváncsi vagyok valamire. Értem. Mert kollégák egyszer-kétszer említették, még régebben, amikor bankrablás volt, hogy elég nagy a szája. Egyszer már én is tapasztaltam, csak nem tudom, hogy az ott a változott a helyzet. Értem. Nem kideríteni. Szerintem ez most azért ne legyen prioritás, de teljesen értem a... Nem prioritás, csak szeretném kideríteni, hogy változtatott-e, tudott-e változtatni ezzel magatartással, vagy sem. Kilenc... Alfa 99-ból hogyha nem akkor összeakasztjuk a bajszunkat. Belénk szálltak szemből. Menjük örülsíteni? Pozitív. Kérünk egy koordinátát. Alfa 99-08, Adam 99-08, hogy indul a... Páni gombra. Ödéztem volna. Itt a szolgálat parancsnok, nem kérünk több egységet. Oda mi is oda megyünk és két egység bőven elég lesz, köszönöm. A franc akasztaljuk a páni gombokat komolyan. Vétel Ödem 73. Akkor nem megyünk oda. Ha jól veszem észre. Ölögön van az egészből. Krater uratet.
Én leadom a szolgáltat a picsába. Jó, ötlet, támogatom. Itt vagyunk. Nem, hogy nincsen itt a városban. 0-26, 10-19, 0-0-as kapitányság vége. És akkor 0-0-as, de valaki jó alapjövő visz. Ez szarom. Valaki szeretne beszélni egy magasabb rangú kollégával. Valaki szeretne beszélni egy magasabb rangú kollégával. Telefonszám 20-331-es. Itt Olom Andrea Jorvastó kollégá, akivel előbb voltam, el tudna jönni érte az egyes bankot. Már is indulok. Hova még egyszer kollega ismétől jön? Egyes bank. Rendben van, már is megyek. Rita, Kovácske Gőr, Mester 10-10. Azt kell kibaszni a picsába. Jó pihenést. Kitőd. Itt Adam 343, 1098. Jó, itt hagyom a kocsit, nem tudom, maga szolgáltban van még? Akkor használja a kocsit egészséggel, kulcsot adtam aztán. Nem akarom használni, adom a szolgáltat. Megyek leadom a tisztelt megkezdeket. Sobri József, dandártábornok, 10-10. Örült egészséget, jó pihenést! Jó pihenést! Jó pihenést, kollégák! Jó pihenést! Van srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kicsit elszoktam a streamtől meg a játéktól, hogy az elmúlt egy hétben. Vidéken leszek, úgyhogy legközebb hétfőn találkozunk. Legyetek jók, szobatiszták. Hello, hello. Sziasztok.